Milovaný Bože Otče, Ty si svätý, 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 svätý Pán Boh všetkých svetov. Sväté je Tvoje meno, sväté sú Tvoje myšlienky, sväté sú Tvoje slova, Tvoje skutky. A ja Ti ďakujem, že v Tvojom mene sa tu môžeme stretávať a chváliť Tvoje meno a to, čo si vykonal pre nás. Tak ja Ti, Pane, ďakujem za Tvoje slovo, ktoré si nám dal a za Tvojho Syna, ktorý je slovom, ktoré sa telom stalo. Že prišiel medzi nás, že sa obetoval, že On vošiel do smrti, aby my sme mohli žiť. Tak, Pane, aj dnešný večer nech je na Tvoju chválu, lebo Ty si jediný, kto si tú chválu zaslúži. Amen. Csodálatos, szent és fenséges vagy, Atyánk, és hálát adunk neked a Te drága fiadért, az Úr Jézusért, és köszönjük, hogy ezt a hatalmas áldozatot vállaltad értünk. Köszönjük, Uram, hogy Te megszentelsz bennünket is, és Te megszenteled ezt a mai estét is. Te elkészítetted a Te drága, szent és igaz szavadat, a Te ígéret. Kérlek, Uram, hogy legyen meg a Te dicsőséged ezen a mai estén is, és legyen számunkra áldás ezekből az igékből, hogy Téged tudjunk továbbvinni a hétköznapjainkban is. Amen. Milovaní bratia a sestry, szeretett testvéreim, som rád, že dnes sa môžeme stretnúť a trošku rozjímať nad Božím slovom. Nagyon örülök, hogy ma tudtunk találkozni, és hogy egy kicsit elmerenghetünk Istennek igéje fölött. A my vieme, že tento život, ktorý máme, tak ho máme od Boha. Mi tudjuk, hogy a mi életünk, amelyet élünk, Istentől van. Že Boh nám nielen dal život, Isten nem csak, hogy adta az életet, ale aj dal návod, ako ten život žiť. De adott hozzá utasítást is, hogy hogy éljük le az életünket. Pretože Boh nehazarduje so žiadnym životom. Mert Isten nem hazardírozik egy élettel sem. A keď už nám ten život dal, és ha már adta nekünk az életet, tak chce, aby sme ho žili požehnanie. Akkor azt szeretné, hogy áldott életet éljünk. Aby sme ho mohli žiť požehnanie. És ahhoz, hogy meg tudjuk élni ezt az áldást, tak ho musíme žiť podľa návodu, ktorý nám Boh dal. Akkor az ő utasításai szerint kell megélnünk az életünket. A ten návod je jeho slovo. És az ő használati utasítása az élethez maga az ige. A keď my to slovo poznáme a zachovávame, és ha mi ismerjük és megőrizzük az igét, tak vlastne spĺňame tie predpoklady na požehnaný život. Akkor igazából teljesítjük az áldott élethez való feltételeket. A Boh na viacerých miestach, na mnohých miestach vo svojom slove hovorí, Isten az igében több helyen arról beszél, aby sme si pripomínali všetko, čo pre nás urobil. Hogy emlékezzünk meg mindarról, amit ő értünk tett. Všetky jeho veľké skutky a víťazstva v našich životoch. Minden ő nagy cselekedeteit és minden győzelmét a mi életünkben. Pretože je v ľudskej povahe zabúdať na to dobré. Az emberi alkat, az emberi természet már csak olyan, hogy hajlamos elfeledkezni ezekről a jó dolgokról. A my ako ľudia ľahko sklzávame do zabudnutia. És mi emberek nagyon könnyen a feledés homályába tudjuk ezeket engedni. Do kritiky a somrania. És el tudunk tévedni a kritizálás és az ógolódás útvesztőiben. A častokrát nielen voči ľuďom, ale aj voči Bohu. És nagyon gyakran nem csak az emberek felé fogalmazunk meg ilyen gondolatokat, hanem maga Isten felé is. A my vieme, že takto somral nie iba Izrael na ceste do zasľúbenej krajiny. És tudjuk, hogy nem csak Izrael zúgolott így a beígért az ígéret földje felé vezető úton. Ale máme to aj mi vo svojej genetickej výbave. De a mi genetikai kódunkban is benne van ez a tulajdonság. Takže netreba zabúdať na to, tehát ne feledkezzünk meg arról, že vďačnosť je vlastne prejav vďaky voči Bohu. Hogy a hálaadás az Isten felé való kinyilvánulásunk. A je dôležité pripomínať si, és nagyon fontos, hogy arra is emlékeztessük magunkat, aký veľký a verný je náš Boh. Hogy milyen hatalmas és milyen hűséges a mi Istenünk. A čo všetko už pre nás urobil. És hogy mi mindent tett már meg értünk. A
čo všetko ešte pre nás urobí, lebo je to v jeho prisľúbeniach. És mi mindent fog még megtenni értünk az ő ígéreteihez hűen. A vlastne toto bolo predpísané aj národu Izraela. És ez meg volt írva, és előre meg volt írva az Izrael népének is. Ešte predtým, ako vošli do zasľúbenej krajiny. Még azelőtt, hogy bementek volna az ígéret földjére. Oni mali obetovať obety vďačnosti Bohu. Nekik hála áldozatokat kellett áldozni Isten előtt. A vtedy tá situácia bola. És akkor az volt a helyzet. Že Boh svoj ľud vyslobodil od faraóna. Hogy az ő népét Isten kiszabadította a fáraó markaiból. Vyslobodil ich z otroctva. A rabszolgaságból. Previedol ich púšťou. Átvezette őket a pusztaságon. A dal im svoje učenie. És adta ő az ő tanításait. Teda Tóru. A Tórát. Čo sú vlastne inštrukcie potrebné pre život. Amelyek igazából rendelkezések az élethez. A vlastne bol tam aj návod, čo robiť ďalej. És aztán ott volt olyan is, olyan rendelkezés is, hogy mit tegyenek tovább. Už keď sa dostanú do tej zasľúbenej zeme. Akkor, amikor már bejutnak az ígéret földjére. Takže vlastne Boh im predstavil život a smrť. Isten elrendelte és elképzelte és megtervezte számukra az életet és a halált is. A dal im samozrejme na výber. És adott nekik választási lehetőséget. Že je to na nich, tá slobodná voľba. Hogy ez az ő szabad akaratukon múlik. Ale pritom sám hovoril. De emellett ő maga megmondta. Prosím vás, vyberte si život. Hogy kérlek benneteket, hogy válasszátok az életet. A tým kľúčom je... És ennek az a kulcsa. Poslušnosť jeho slovu. Hogy engedelmeskedünk az ő igéjének. Vlastne na základe toho, či my sme poslušní slovu... Tulajdonképpen az alapján, hogy engedelmesek vagyunk-e az igének. Môžeme byť buď požehnaní, alebo prekliatí. Lehetünk áldottak, vagy pedig elátkozottak. Tým, že Boh nás stvoril na to, aby sme boli požehnaní. De azzal együtt, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy áldottak legyünk. A všetky tie prisľúbenia sú nádherne vypísané. És mindezen ígéretek gyönyörűen le vannak írva. V 28. kapitole 5. knihy Mojžišovej. A Mózes 5. könyvének 28. részében. Tam sa hovorí, že ak budeš naozaj počúvať. Ott az van megírva, hogyha valóban hallgatni fogsz Istenre. Tak nielen, že tie požehnania prídu. Nem csak, hogy jönnek ezek az áldások majd. Ale ťa doslova prevalcujú, ťa premôžu. Hanem hatalmat vesznek rajtad az áldások. A vlastne stupeň tých požehnaní, ktoré zažívame vo svojom živote. És az áldásnak a foka, amelyet megélhetünk az életben. Je ako keby taký ukazovateľ na to, o tom, kde sme na ceste s Bohom. Az egy mutatója lehet annak, hogy hol járunk Istennek az útján. Že ak ideme podľa toho Božieho návodu. Hogyha Isten rendelkezése szerint járunk. Môžu sa diať dobré veci a dejú sa. Akkor jó dolgok történhetnek velünk, és meg is történnek. Ale ak sme tvrdohlaví. De hogyha keményfejűek vagyunk. A robíme si veci podľa vlastných predstav. És hogyha a dolgokat a saját elképzeléseink szerint tesszük. A hoci to môže byť aj v dobrej viere, že my veríme, že to tak má byť. Még akkor is, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy ezek jó dolgok, és hogy ez tehát jó szándékkal vagyunk ebben. Ale ak je to v rozpore s Božím slovom. De ha ez ellentétben van Isten igéjével. Tak potom sa nemôžeme čudovať. Akkor nem csodálkozhatunk. Že prichádzajú následky také, aké prichádzajú. Hogyha hogy olyan következmények jönnek az életünkbe, amelyek bekövetkeznek. A toto sa deje jednak v živote každého človeka. Ez egyrészt minden ember életében ez így történik. Ale aj v živote celého spoločenstva alebo krajiny. De az egész társadalom és az egész föld rész életében is így történik. Takže ak u nás máme chaos a neporiadok. Hogyha káoszban és rendetlenségben élünk. Je to preto, že sme ako národ opustili Božie učenie. Ez azért van, mert mint nemzet elhagytuk Istennek tanításait. A tie veci, o ktorých Boh prikázal, toto budete robiť. Azokat a dolgokat, amelyeket Isten rendelkezett, hogy ezeket cselekedjétek. Pretože tie základy, ktoré Boh ukázal vo svojom slove, azokat az alapokat, amelyeket Isten megmutatott az ő igéjében, oni sú stále platné. Ezek még ma is érvényesek. A vlastne jedno z tých prikázaní pre Boží ľud, egy rendelkezés ezek közül, az Isten népe számára,
Im bolo povedané ešte pred príchodom do Kanánu. Még azelőtt megmondta Isten, mielőtt betértek volna Kánán földjére. Hneď po príchode. Rögtön a megérkezés után. Mali vstýčiť veľké kamene. Nagy köveket és nagy emlékoszlopokat kellett állítaniuk. Mali ich obieliť vápnom. Mészel kellett leönteniük. A mali na ne napísať slova zákona. És rá kellett írni a törvény szavait. Aby to mal každý na očiach. Hogy mindenki láthassa. A mali postaviť oltár. És oltárt kellett építeniük. Ktorý mal byť pre všetkých. Amely mindegyiküket szolgálta, mindegyikük részére volt ez. Vlastne toto bola zodpovednosť každého jedného človeka. Igazából ez minden egyes embernek a felelőssége volt. A ovplyvňovala život každého človeka v tom spoločenstve. És abban a társadalom, abban a közösségben minden embernek az életére hatással volt. Pretože v spoločnosti každý má svoju špecifickú úlohu. Mert a közösségben mindenkinek megvan a maga speciális feladata. A každý jeden je potrebný. És každý človek je potrebný. És minden ember szükséges. Minden egyes emberre szükség van. My vieme, že Boh má svoje meno. Mi tudjuk, hogy Istennek megvan az ő neve. A vyjadruje sa to ako štyri písmená, JHVH. És négy betűből áll, JHVH. Ktoré nevieme presne, ako sa vyslovujú. Mert nem tudjuk, de nem tudjuk pontosan ezt kiejteni. Ale okrem tohoto mena, de ezen a néven kívül, má Boh ešte viacero titulov, ako keby titulov. Még nagyon sok titulusa, tisztsége van. A jeden z nich, és egy ezek közül, je Jahve Sevaot. Jahve? Aha, Jehova Sevaot. Uh-huh. Ezek közül egyik, Jehova. A ono sa to prekladá ako Boh zástupov. És ez így fordítódik, hogy tömegeknek az Istene. Alebo ako keby veliteľ Božieho vojska, alebo tých Božích bojov. Vagy pedig Isten seregének a parancsnoka. Ale zaujímavé je, de az az érdekes, že to slovo Sevaot, mert ez a szó, hogy Sevaot, Jahve Sevaot, nie je v tom prvotnom význame spojené s vojnou alebo s armádou. Elsősorban ez a kifejezés nem a hadsereggel vagy a háborúval van kapcsolatban. Skôr je to ako, keď si predstavíme orchester. Hogyha inkább úgy képzeljük el, mint egy zenekart, egy nagy szimfonikus zenekart. A ten orchester má svojho dirigenta. És ennek a szimfonikus zenekarnak van egy karmestere. A ten dirigent vie o každom nástroji. És ez a karmester minden hangszerről tud. A vie presne, čo má hrať. És tudja, hogy pontosan tudja, hogy mit kell játszania. A kedy má hrať. Mikor kell játszania. A stará sa o to, aby každý nástroj plnil svoju úlohu. És arról gondoskodik a karmester, hogy minden hangszer betöltse az ő küldetését. A vie aj, že ten najmenší nástrojček má svoju úlohu v tom orchestri. És tudja, hogy még a legkisebb hangszernek is megvan a feladata abban a zenekarban. A je potrebný. És szükség van rá. A ten dirigent o všetkom vie. És ez a karmester mindenről tud. A všetko počuje. És mindent hall. Aj tie pekné tóny. Még a szép dallamokat is. A prípadne aj tie falošné, ak sa tam nejaké vyskytnú. És a hamis dallamokat is, ha esetleg az is előfordul. A jeho úlohou je podvihnúť každého, aby hral pekne. És az ő feladata az, hogy mindenkit arra rávezetni, hogy mindenki szépen játszon. A vtedy, kedy má. És akkor, amikor szükség van rá, amikor neki ott az ideje. A keď všetci hrajú podľa tej taktovky dirigenta. És ha mindenki a karmester utasításai szerint játszik. Tak vtedy je tá hudba nádherná a znie tak, ako má znieť. Akkor a zene csodálatos lesz, és úgy hangzik, ahogy hangoznia kell. A toto je vlastne úloha každého jedného človeka v spoločenstve. És így van ez a társadalmunkban is, minden embernek így van feladata, ilyen feladata van. Ja som bol minulý rok s deťmi na jednom takom výlete vo Viedni. A múlt évben a gyerekeimmel Bécsben voltam egy kiránduláson. A mali sme sprievodkyňu, ktorá nás trošku previedla centrom Viedne. És volt egy olyan idegenvezetőnk, aki elvezetett bennünket a városnak a központjába. A rozprávala nám jednu príhodu zo života Beethovena, ktorý tam tvoril. És mesélt egy olyan egy történetet, amely
Beethovenről mesélt, aki ott működött. Že bol na skúške nejakej skladby, ktorú napísal. Volt, tehát írt egy darabot, és annak a darabnak a zenekari próbáján volt. A mal tam so sebou aj jedného zo svojich mecenášov alebo sponzorov. És magával vitte az egyik mecénását is, aki őt támogatta. A bolo to jedno z najvážnejších kniežat vtedy, ktorí vo Viedni žili. És ez a mecénás, ez Bécsnek akkor az egyik legmagasabb rangú papja volt. Si nepamätám, či to bol Lobkovic alebo Kinsky, ale proste veľmi významný človek. Nem emlékszem pontosan, milyen tisztségben volt, de nagyon fontos ember volt, magas rangú. A stalo sa, že jeden z tých hudobníkov neprišiel na tú skúšku. És az történt, hogy a zenészek közül egy valaki nem jött el arra a próbára. A bol to nejaký piatý roh, alebo proste také nejaké z nášho pohľadu nie až také dôležité obsadenie. És ez a hely, amit betöltött ez a zenész, a mi szemünkben nem a legfontosabb, nem az első sorban foglalt helyet. A to knieža vravelo Beethovenovi, však začníme aj bez neho, však nič také sa nestane. És akkor ez a pap mondta Beethovennak, hogy hát kezdjük el nélküle, szerintem semmi nem fog történni. Takže Beethoven úplne vypenil a vrhol sa na neho fyzicky. És Beethoven nagyon haragra gerjedt, és rátámadt erre a papra. Ale ja keď som to písal, ja som rátal aj s tým piatým rohom, on tu musí byť, lebo bez toho tá skladba nemá význam. Amikor én írtam ezt a zenedarabot, én ővele is számoltam, és ennélkül az egész darabnak nincs értelme. A vlastne takto fungujeme aj my. És tulajdonképpen mi is így működünk. Každý jeden má úlohu v tom Božom pláne. Mindegyikünknek egyenként megvan a maga feladata Isten tervében. A každý je dôležitý. És mindenki fontos. Každý má svoje povinnosti. Mindenkinek megvannak a kötelességei. A to platí aj pre človeka. És ez érvényes az emberre is. Aj pre rodinu. A családra. Aj pre zbor. A gyülekezetre. A takisto pre celý národ. És úgy az egész nemzetünkre is. A vidíme to už aj na tom. És itt azt is láthatjuk. Ako to Boh vo svojich zmluvách s ľudom zazmluvnil. Hogy Isten hogy kötötte az ő szövetségét, hogy kötött szerződést az emberekkel. Lebo u nás, keď sa robia zmluvy, mert nálunk emberek közt, ha köttetnek a szerződések, tak väčšinou sa napíšu niekde na ministerstvo, alebo teda zákony. Akkor zákony alebo zmluvy. Hogyha törvényt hozunk mi emberek, akkor igazából a minisztériumok alkotják azt meg. Podpíše to minister. Aláírja az illetékes miniszter. Ide to na podpis prezidentovi. Aztán megy az államfőhöz a aláírásra. A ľudia častokrát ako keby stáli bokom. És úgy tűnik gyakran, mintha az embereket ebben félreállították volna. Ale Božie zmluvy. De Isten törvényei. Sú také, že hovoria ku každému človeku. Azok úgy hangzanak, ahogy minden emberhez szólnak. A chcú vyzdvihnúť každého človeka. És minden embert ki akar emelni. A chcú pomôcť každému človeku v živote, aby spoznával lepšie Boha. És segítségére van minden embernek a törvény, hogy megismerje Istent, és az ő életében ezt alkalmazni tudja. Sú veľmi osobné. És nagyon személyesek ezek a rendelkezések. A vlastne, ako sme si povedali, ak chce človek alebo národ fungovať, és ahogy mondtuk is, hogyha a nemzet vagy az ember helyesen akar működni, každý jeden musí zodpovedne pristupovať ku svojim úlohám. Mindenkinek felelősség teljesen kell hozzáállni a saját feladatához. Je to, keby sme si to prirovnali ako pri reťazi, is hasonlíthatnánk, mint a láncszemeket, tak vlastne aj naša sila ako sila spoločenstva, a közösségnek az ereje, sa rovná sile toho najslabšieho ohnívka. Olyan a leggyengébb láncemhez mér, tehát ahhoz mérhetjük. A toto nehovorím ako kritiku pre slabších. Ezt nem a gyöngéknek a bírálatára mondom. Lebo vlastne toto je úloha lídrov a skúsenejších spoločenstvách. Mert tulajdonképpen a vezetőknek is, a tapasztaltabbaknak abban a közösségben az a feladata, aby každému pomohli pozdvihnúť sa na vyššiu úroveň. Hogy mindenkit segítsenek feljebb, felsőbb színvonalra emelni. Krátka, pomáhať tým ostatným. A hozzáállása a többieknek. Aby rástli a mocneli. Hogy fontos a hozzáállása a többieknek, hogy a gyengébbek is tudjanak növekedni és erősödni.
pomáhať im napravať chyby, ak sa nejakých dopustili. Hogy segítségükre legyenek a hibák kiigazításában. A povzbudzovať ich v ich živote. És buzdítani őket az ő életükben. Alebo ak toto nerobíme, hogyha ezt nem tesszük meg, tak vlastne si pílime konár sami pod sebou. Akkor magunk alatt vágjuk a fát. Takže takto má fungovať aj spoločenstvo, aj národ. Tehát így kell a közösségeknek és a nemzetnek is működnie. Každý prispieva tým, v čom je dobrý. Mindenki azzal járul hozzá a közösség javához, amiben ő jó. A každý má svoj význam, aj svoju úlohu. És mindenkinek megvan az ő jelentősége és az ő feladata. A ak to úsilie je obrátené správnym smerom, hogyha ez a, ez a nyomás, vagy, hogy a, hogyha ez az igyekezete a helyes irányba halad, tak vtedy to prináša výsledky. Akkor meghozza maga eredményeit. Krásne je to vyjadrené v 33. žalme. Ez szépen le van írva a 33. Zsoltárban. Kde sa hovorí, blahoslavený je národ, ktorého Bohom je Hospodin. Áldott az a nemzet, amelynek Isten az ő, amelynek az Úr az ő Istene. A vlastne aj preto mali Izraeliti vztyčiť tie kamene. És azért kellett az Izrael népének ezeket a köveket, tehát emlékköveket felállítani. A postaviť z nich oltár. És oltárt építeni rajtuk. Aby to Božie slovo bolo nielen počuť, hogy Istennek igéjét ne csak hallani lehessen, ale aby ho bolo aj vidieť. Hanem, hogy látható is legyen. Tým, že tie kamene boli ako podklad pre to písmo. Azzal, hogy az ige, a Biblia alapjait rakták le ezekkel a kövekkel. A my vieme, že keď bol Mojzsis na hore Sinai, és amikor tudjuk, hogy Mózes Sínai hegyen volt, tak tam dostal tabule, ktoré boli popísané Božím prstom. Akkor Isten adta neki a kőtáblákat, amelyre az ő ujjával írta fel a rendelkezéseket. A tie oni mali so sebou, samozrejme. És ezek a kőtáblák velük voltak természetesen. Oni boli v tej truhle zmluvy. Ez mindezt a szövetség ládájában őrizték. Ale Boh im hovoril, napíšte to aj tak, aby to všetci videli. De Isten azt rendelte, hogy írják fel úgy, hogy ez mindenki számára látható legyen. A napíšte to aj vy, aby ste si to vyprecvičili. És ti is írjátok fel, hogy ez bennetek is nyomot hagyjon, és hogy átgyakorolhassátok. V tejto 5. knihe Mojzsisovej tam je jeden veľmi zaujímavý odkaz. Mózes 5. könyvében van egy nagyon érdekes rendelkezés. A bol to odkaz pre budúcich kráľov Izraela. És ez a rendelkezés a Izrael eljövendő királyaihoz szólt. Vlastne každý král, hogy minden király mal vlastnoručne napísať tento zákon. Minden király saját kézzel írja le ezeket a rendelkezéseket. A čítať si z neho každý deň a študovať ho. És minden nap olvasson belőle és tanulja ezeket az igéket, a parancsolatokat. S tým, že ten kameň, na ktorý to mali písať, az a kő, amelyre ezt rá kellett, hogy írják. Kameň sa predstavuje ako niečo trvalé. A kő, a szikla, valami tartósnak a szimbóluma. Niečo, čo vydrží hodne dlho. Valami olyan, ami nagyon sokáig bírja az időnek a vasfogát. A možno nie na veky, ale hodne dlho. Nem örökre, de nagyon hosszú időkre szól. Aby to bolo napísané nielen pre tých ľudí, čo to sami napíšu. Tehát, hogy ez nem csak azoknak az embereknek szóljon, akik maguk leírják ezeket a rendelkezéseket. Ale aj pre ďalšie generácie. Hanem az eljövendő generációknak is. Aby si to mohli nielen čítať. Hogy ezt ne csak olvashassák. Ale aj aby videli. Hanem hogy láthassák is. Aký je Boh veľký, aký je verný. Hogy milyen nagy az Isten és milyen hűséges. Čo urobil pre tie predchádzajúce generácie? Čo urobil pre tie predchádzajúce generácie? Hogy mit tett az előző nemzedékek érdekében? A aké sú prisľúbenia pre nich? És mik az eljövendő nemzedékekhez szóló ígéretei? A takisto, ak by sa im nedarilo, és hogyha ez nem sikerült volna, aby vedeli prečo, akkor hogy visszatudják követni, hogy miért nem sikerültek a dolgok. Takže vlastne aj tieto kamene akoby hovorili to, čo chce povedať Boh. Mintha ezek a kövek is elmondták volna, hogy mit szeretne Isten. A
Pri tej inštrukcii, aby to napísali, ezekhez a rendelkezésekhez, hogy ezt leírják, je tam vyslovene napísané, aby tie slova boli napísané jasne, zreteľne a zrozumiteľne. Azt várta el Isten, hogy ezek a szavak érthetően világosan és egyértelműen szóljanak. A to je dôležité, aby to bolo čitateľné nielen pre kňazov a levitov. És nagyon fontos volt, hogy ezek ne csak a papoknak és a lévitáknak lehessen olvasható. Ale pre každého človeka, ktorý sa na to pozrie. Hanem minden embernek, aki erre rátekint. Lebo my vieme, že v histórii boli aj také časy. Mert tudjuk, hogy a történelem folyamán voltak olyan időszakok is. Keď sa tvrdilo, že písmo môžu čítať iba teológovia. Mikor azt állították, hogy az igét csak a teológusok olvashatják. Alebo kňazi. Vagy a papok. Ale nie bežný človek. De az egyszerű ember nem juthat hozzá. Tu práve v tejto 27. kapitole 5. knihy Mojžišovej. Itt az 5. Mózes 5. könyvének 27. részében. Tam je jasne napísané. Világosan le van írva. Že písmo nie je pre teológov. Hogy az igen nem a teológusoknak szól. Ale pre každého človeka. Hanem minden egyes embernek. Aby v ňom hľadal. Hogy azt kutassa. Aby v ňom nachádzal všetko, čo potrebuje. Hogy megtaláljon benne mindent, amire szüksége van. Pretože každý má svoju zodpovednosť. Mert minden embernek megvan az ő felelőssége. Počuť to Božie slovo. Hallgatni Isten igéjét. A riadiť sa ním. És az szerint élni, és az irányítsa az ő életét. Hebrejská tradícia hovorí. A héber hagyomány azt mondja. Že keď dal Boh svoje prikázania a Tóru Mojžišovi. Hogy amikor Isten Mózesnek adta az ő rendelkezéseit és a Tórát. Alebo vlastne vtedy, keď hovoril ku celému ľudu. Vagy tulajdonképpen, amikor az egész néphez szólt Isten. Že vtedy ten jeho hlas znel vo všetkých jazykoch. Akkor az ő hangja minden nyelven hallható volt. V písme to nie je takto jasne formulované. Az igében nem így van szó szerint leírva. Ale je to hebrejská tradícia. De ez egy héber hagyomány. A tvrdia to učenci aj tí, ktorí neprijali Pána Ježiša. És azok a tanítványok is ezt állítják, akik nem fogadták el az Úr Jézust. A ja v tom vidím veľkú symboliku. És ebben egy nagy szimbolikát látok. Pretože vieme, že keď o letniciach hovoril Peter ľudu. Mert hogyha visszaemlékezünk, hogy pünköstkor Péter beszélt az emberekhez. Tak ho tiež každý počul vo svojom vlastnom jazyku. Akkor minden ember a saját nyelvén hallotta Péter beszédét. Takže vlastne sú aj takí učenci, ktorí hovoria, že aj tieto nápisy sa dali čítať v každom jazyku. Či to je tak, neviem, ale... Tehát vannak tanítványok, akik azt állították, hogy ezek a rendelkezések is minden nyelven olvashatóak voltak. Én pontosan ezt nem tudom, de tudok erről a hagyományról. A jedna taká zvláštna vec... És van itt egy tök különös dolog. Je v tom, že tie kamene, ktoré mali vstýčiť, hogy azok a kövek, amelyeket fel kellett állítani emlékkővé, a z ktorých mali postaviť ten oltár, és amelyekből az oltárt kellett felállítani, felépíteni, museli byť neotesané. Azok faragatlan, csiszolatlan kövekből kellett, hogy álljanak. Krátka, nesmelo sa ich dotknúť železo. Tehát ezeket a köveket nem érinthette vas. A rovnakú podmienku mal aj Šalamún, keď staval chrám. És Salamonnak is ez volt a feltétele, amikor a templomot építette. A k tomuto zase hovoria rabínske komentáre. Aké komentáre? Rabíni, čo mám. Uh-huh. És ehhez a rabínus komentárok, vagy hozzáfűzött szövegek is azt mondják. Je to tým, že to železo vlastne szimbolizuje... Hogy a vas tulajdonképpen azt jelképezi, vojnu, alebo konflikt, alebo rozdelenie. Tehát a vas a háborút, a konfliktust, a szakadásokat jelképezi. A toto Boh vo svojom chráme nechce. És Isten ezt nem szeretné az ő templomában. A zvláštny výraz je pre tie kamene, ktoré mali použiť. És van itt egy különös kifejezés, amelyet, tehát amit ezekhez a kövekhez kellett, hogy használjanak. Tým neotesaným kameňom sa hovorí šelemot. Hogy a csiszolatlan, megmunkálatlan kövekhez... Šelemot? Šelemot.
A to je rovnaký základ slova ako slovo šalom. És a szót ugyanaz, mint a šalom szónál. To znamená pokoj, mier, alebo taká celistvosť. Amely azt jelenti, hogy egység, békesség, nyugalom. Vlastne aj jedný z hlavných obiet, ktoré mali prinášať Izraeliti. Tehát az egyik fő áldozat, amelyet az izraelitáknak hozni kellett az oltára. To boli pokojné obety. Azok békés áldozatok voltak. Ktoré majú tiež základ v tomto slove, volajú sa šalomím. Amelyek ezek is ezen alapultak ezen. Takže aj z toho, tehát ez a šalomín, ez a békességen alapult minden. Takže aj z tohoto vidíme, že ten pokoj, ktorý môžeme mať v Bohu. Tehát ebből is láthatjuk, hogy ez a békesség, amelyet Isten közelében meg tudunk élni. Že to nie je emócia. Ezek nem érzelmek. Ale že je to životný postoj. Hanem az élethez való alaphozzáállás. Je to poznávanie Boha. Ez Istennek ismerete. Približovanie sa k nemu. Istenhez való közeledés. Preberanie jeho takej životnej filozofie. Tehát az ő életszemléletét vesszük át ezzel. A vlastne z toho vyplýva aj tá poslušnosť. És ebből következik az az engedelmesség. Ktorá je základom pre požehnanie. Amely az áldásnak az alapja. A to Božie prisľúbenie je, Istennek ígérete az, že požehnania nielen prídu, hogy az áldások nem csak jönnek, ale že sa nám doslova, že sa nás zmocnia, hanem hogy hatalmat is vesznek az életünkön. A je krásne, keď to prežíva jednotlivec. Nagyon szép az, amikor az egyén ezt átéli. A ešte krajšie, keď sa to deje v spoločenstve. De még szebb az, amikor a közösség éli meg ezt. Alebo v celom národe. Vagy pedig az egész nemzeten ezt tapasztalhatjuk. Lebo keď všetci fungujú ako jeden. Mert hogyha mindnyájan egységben működünk. To sú tie krásne situácie, o ktorých písmo hovorí, že mali ako keby jedno srdce. Azok nagyon szép helyzetek, amelyekről az ige azt mondja, hogy egy szívvel voltak. Tedy je predpoklad, aby to požehnanie mal aj jednotlivec, aj celý národ. És ez az előzménye és az ígérete annak, hogy az egyén és az egész nemzet is, ha egy szívvel van, akkor örököl áldást. A mi vieme, že keď Boh tieto prisľúbenia dal. Mi tudjuk, hogy amikor ezeket az ígéreteket Isten adta, Izrael vtedy končil svoje putovanie na púšti. Akkor éppen az időben Izrael akkor fejezte be a pusztában való vándorlását. A vedel, že bude vchádzať do zasľúbenej krajiny. És tudta Izrael, hogy most fog bemenni az ígéret földjére. Ale vedel, že tú krajinu si bude musieť vybojovať. De azt is tudta, hogy ezért a földért meg kell küzdenie. Takže vedeli, že pôjdu do vojny. Tudták, hogy háborúba indulnak. A takisto vedeli. És ugyanúgy tudták azt is. Že ak budú fungovať ako jedno srdce. És hogyha ők egy szívvel fognak működni. Že ten boj bude úspešný. Akkor sikeres lesz az ő harcuk. Takže ten oltár, ktorý postavili. Tehát azt az oltárt, amelyet őt fölépítettek. Bolo to ako keby miesto. Mintha ez egy olyan hely lenne. Kde sa upevňovala jednota človeka a Boha. Ahol megerősödött, megszilárdította Isten az ő kapcsolatát az egyénnel, az emberrel. A vlastne pri všetkom, čo sa dialo, és mindaz mellett, ami ott történt, sa mali zúčastňovať všetci, mindenkinek ebben részt kellett vennie, pretože každý tam mal svoju úlohu. Mert mindenkinek megvolt ott a maga feladata. A my vieme potom z prorokov aj z ďalších kníh, ktoré nasledovali po Mojžišových knihách. És mi tudjuk a további könyvekből, a profétáktól, akik követték Mózest. Že Boh ľuďom prislúbil, že budú mať jedno srdce, ak budú poslúchať. Hogy Isten megígérte nekik, hogy ők egy szívvel lesznek, hogyha Istenre fognak hallgatni. Krásne je to napísané napríklad u proroka Jeremiáša. Jeremiáš profétánál is szépen le van ez így írva. 32. kapitole. A 32. részben. Tam sa píše, budú mi ľudom. Ott azt írja, az én népem lesznek. A ja im budem Bohom. És én Istenük leszek. A dám im jedno srdce. És egy szívet adok nekik. A jednu cestu. Egy útat. Aby sa ma báli po všetky dni.
hogy minden nap féljenek engem. Aj im, aj synom po nich. Nekik is ezt adom, és az ő eljövendő fiaiknak, az eljövendő generációknak. Podobné slova môžeme nájsť aj u proroka Ezechiela. Ezechielnél is találunk hasonló igéket. A v knihe Kazateľ. A Predikátor könyvében. A vieme, že sa to aj dialo. És tudjuk, hogy ezek meg is történtek. Spomínali sme tie obrátenia v skutkoch apoštolských. A apostolok cselekedeteiben is ott megemlékezhetünk ezekre a megtérésekről. A tam sa tiež píše. És ott is az van írva. Že množstvo veriacich, hogy a hívőknek a tömege malo jedno srdce a jednu dušu. Egy szívvel és egy lélekkel imádkozott. Takže vidíme, že možné to je a dialo sa to v histórii. Tehát láthatjuk, hogy ez ma is lehetséges, és meg is történt ez a történelem folyamán. Pokiaľ my budeme chodiť v Božom duchu, hogyha nem Isten szellemében nem fogunk járni, a v Božom učení, és az ő tanításaiban, ten Boží pokoj, akkor Istennek a békessége, ten šalom tu bude. Hogyha ebben fogunk járni, akkor az az Isten békesség, az a šalom, akkor közöttünk is itt lesz. Možno trošku odveci. Egy kicsit most eltérünk a tártól. My sme sa raz rozprávali s deťmi o nejakých biblických veciach. Egyszer a gyerekeimmel bibliai témákról beszélgettünk. A pýtal som sa ich, či vedia, čo znamená meno Šalamún. És megkérdeztem tőlük, hogy tudják-e, hogy mit jelent a Šalamún név. A tak som im hovoril tie písmená S, L, M. És elmondtam nekik a mással hangzókat, az S, L, M. Alebo S, L, M. Vagy S, L, M, N. Že či im to niečo evokuje. Hogy valami esetleg eszükbe jut-e erről. A chvíľku rozmýšľali. És egy kicsit elgondolkoztak. Čo by z toho mohlo vzniknúť? Hogy milyen szót lehet ebből még kihozni? A potom to, ako ja som od nich čakal ten šalom, ten pokoj. Én arra vártam, hogy majd mondják, hogy šalom, ez békesség. A potom to nášmu Miškovi docvaklo. És akkor az én Miško fiamnak beugrott az. A vravel, tati, viem, čo to je. És mondja, hogy apu, én tudom, mi az. Saláma. Salámi. Takže niekedy aj takto končíme. Tehát néha így is végződhet az elmélkedésünk. Takže my vieme, že Izrael bol ešte v miery, keď sa toto prihodilo. Tudjuk, hogy Izrael akkor még békében volt, mikor ezek a rendelkezések, ezeket kapták. Ale musel sa už pripraviť na vojnu. De fel kellett, hogy készüljenek a harcra. Pretože, tak ako sa hovorí v knihe Kazateľa, úgy, ahogy a Predikátor könyvében is megvan írva, všetko má svoj stanovený čas. Hogy mindennek rendelt ideje van. A dôležité je, és nagyon fontos az, aby sme nerozhodovali my o tom, čo sa má diať, hogy nem mi döntsünk arról, hogy mi történjen meg, ale aby sme vedeli, na ktorej strane je Boh. És nagyon fontos tudnunk azt, hogy Isten melyik oldalon áll. A aby sme boli na tej istej. És nagyon fontos az, hogy mi is azon az oldalon álljunk. Ak sa má siať, hogyha vetni kell, tak aby sme siali a netrhali, akkor vessünk, ne pedig kiszaggassunk a földből. Ak sa majú zbierať kamene, és amikor köveket kell összegyűjteni, ako oni mali na ten oltár, úgy, mint ő nekik is az oltárhoz, tak tie kamene sa nemajú rozhadzovať. Akkor pedig ne dobáljuk szét a köveket. Ak Boh stavia a buduje, hogyha Isten épít és alkot, tak my nemáme búrať a ničiť. Akkor mi ne romboljunk, és ne tegyünk tönkre semmit. Dôležité je neísť proti tomu Božiemu plánu. Nagyon fontos az, hogy ne menjünk szembe Isten terveinek. A takisto v tejto knihe sa hovorí, és ugyanitt ebben a könyvben az is megvan írva, že je čas na vojnu, hogy megvan az ideje a harcnak, a je čas na mier, és megvan az ideje a békének. Abo niekedy treba byť vo vojne, mert valamikor harcba is kell mennünk, aby sme ten mier vybojovali, hogy kiharcolhassuk a békességet. A my, ak chceme mať mier, ten pokoj s Bohom, és hogyha mi békességet és nyugalmat akarunk Istennel, tak musíme byť vo vojne so svojimi slabosťami. Akkor nekünk harcolnunk kell, és harcba kell mennünk a gyengeségeink ellen. A vyhrať nad nimi. És győzni kell fölöttük. A niekedy sú tie konflikty nevyhnutné, aby mohol nastať mier. Időnként ezek a konfliktusok, ezek az összetűzések elkerülhetetlenek ahhoz, hogy beálljon a békesség.
Lebo tie konflikty a problémy niekedy sú dôležité. A konfliktusok és a problémák azok fontosak. Aby nás posunuli dopredu. Azért, hogy bennünket előre vigyenek. Aby sme si uvedomili tie problémy a išli ďalej. Hogy tudatosítsuk ezeket a problémákat, és hogy előre tudjunk menni, tovább tudjunk menni. Ale aj v tom čase vojny je dôležité. De a háború idején az is nagyon fontos. Aby sme vedeli, proti komu bojujeme. Hogy tudjuk, hogy ki ellen harcolunk. Že kto je ten skutočný nepriateľ. Hogy ki az az igazi ellenség. Aby sa nestalo, že bojujeme proti blížnemu svojmu. Hogy nehogy az történjen, hogy pont a fele barátunk ellen harcolunk. Alebo dokonca proti Bohu. Vagy pedig a rosszabb esetben, hogy Isten ellen. Lebo diabol to vie veľmi dobre narafičiť, aby to vyzeralo síce sveto, ale nie je to. Mert az ördög nagyon szépen be tudja csomagolni a dolgokat, hogy azok szépnek és tisztának vagy szentnek tűnjenek. Keď už držíme v rukách ten meč. Hogyha már a kezünkben fogjuk a kardot. Tak aby nebol namierený proti bratovi a sestre. Hogy nehogy a testvérek és a barátaink ellen fordítsuk azt. Ale proti tomu spoločnému nepriateľovi. Hanem a közös ellenségünk felé. Pretože vieme, že najväčšie prikázanie. Mert tudjuk, hogy a legnagyobb parancsolat. Je milovať Boha a blížneho svojho. Hogy szeressük Istent és a mi fele barátainkat. A týmto sa musíme riadiť v každej situácii. És ebben egységre is ezt tudatosítanunk kell minden helyzetben. A Písmo nám k tomu dáva nádherné vzory. És az ige gyönyörű példákat hoz elénk ezekben. Či už z obdobia starozákonného. Legyen az az ószövetségi időkből. Máme Mojžiša, ktorý bol najpokornejší človek. Van Mózesünk, aki a legalázatosabb ember volt. Máme Abrahama, ktorý bol vzor poslušnosti. Van Abrahamunk, aki az engedelmesség példája. Kedykoľvek mu Boh niečo povedal, Abraham okamžite poslúchal. Bármikor is mondott Isten neki valamit, Abraham azonnal szót fogadott és megtette. Tým sa stali veľkými v Božích očiach. És ezzel ő nagyjá nőtt Isten szemében. Lebo ani pokora, ani poslušnosť nie sú známky slabosti. Mert sem az alázat, sem az engedelmesség nem a gyengeség jelei. A naopak lásky k Bohu a to bol vlastne znak ich veľkosti. Hanem éppen ellenkezőleg ezek az Isten iránti szeretetnek a jelei és az emberi nagyságnak a jelei. A úplným zosobnením toho to bol Pán Ježiš Krisztus. És ezzel teljesen tudott azonosulni az Úr Jézus Krisztus. Ktorý povedal, nie som tu sám od seba. Aki azt mondta, hogy én nem önmagamtól vagyok itt. Poslal ma Otec. Hanem az én amennyei atyám küldött engem. A mojim pokrmom je činiť v jeho vôľu. És az én eledelem az, hogy itt megcselekedjem az ő akaratát. Toto je vlastne jeho prejav lásky. Ez a szeretetnek a megnyilvánulása. Ku Otcovi aj ku každému človeku. A mennyei atyához és minden ember iránt. A keď aj my takto reagujeme. És hogyha mi is így fogjuk ezeket lereagálni. Vtedy prichádza aj pokoj. Akkor jön el a békesség. Aj požehnanie. És az áldás is. Pretože ak nemáme pokoj s bratmi a sestrami. Mert hogyha nincs békességünk a testvéreinkkel. Tak ho nebudeme mať ani s Bohom. Akkor nem lesz Istennel se békességünk. Možno jedno také svedectvo z tohto týždňa. Hoznák egy bizonyságtételt erről a hétről. Predvčerom bol u mňa jeden kamarát. Tegnap előtt meglátogatott egy barátom. A je to Boží služobník. És ő is Istennek szolgája. A mal dosť veľké zdravotné problémy. És nagyon súlyos egészségügyi problémái voltak. Tak som mu vlastne vysvetloval. Akkor elmagyaráztam neki. Že ako je myslenie spojené so zdravím. Hogy működik együtt a gondolkozás az egészségünkkel. Ako myšlienky môžu ovplyvňovať aj fyzickú situáciu, ako to naozaj robia. Hogy a gondolataink mennyire befolyásolni tudják a fyzikai állapotunkat. A on sa ma potom pýtal, teda ako nemať žiadne negatívne myšlienky? És aztán megkérdezett engem, hogy neked semmilyen negatív gondolatod nincsen? A ja mu vravím, pozri sa do slova, čo hovorí Božie slovo. Mondtam neki, hogy nézd bele az igébe, mit mond Isten. Aj voči nepriateľom. Hogy az ellenségeddel szemben is. Máme ich milovať. Hogy szeretnünk kell őket. Máme sa za nich modliť. Imádkozni kell értük. Máme im dobre robiť. Jót cselekedjünk velük. A máme im žehnať. Áldanunk kell őket.
A keď ich nežehnáme, tak ich potom vlastne preklíname. Hogyha nem áldjuk őket, akkor tulajdonképpen megátkozzuk őket. A keď sa za nich nemodlíme, proste to už je skoro ako keby rúhanie. És hogyha nem imádkozunk értük, akkor igazából mintha kárhoztatnánk őket. Ak ich nemilujeme, ale nenávidíme, tak neplníme odkaz Pána Ježiša, ktorý miloval každého. És hogyha nem szeretjük, hanem gyűlöljük őket, akkor nem töltjük be az Úr Jézusnak a rendelkezéseit, aki mindenkit szeretett. A on mi vraj, vidíš, ako z tohto úhla pohľadu som nad tým nikdy nerozmýšľal. És mondja ez a barátom, hogy látod, én ebből a szemszögből ez még sosem gondolkoztam el így. Lebo ja som mu ukazoval na jeho živote, kde jeho zlé myslenie môže spôsobovať jeho zdravotné problémy. És aztán rámutattam arra, hogy az ő gondolkozása, hogy az élete mely területén okozhat problémát, és honnan lehet ez a hatás. Tak sa teším, keď budeme najbližšie spolu telefonovať. És örülni fogok, hogyha legközelebb telefonon fogunk beszélni. Že budem počuť dobré správy z jeho života, z jeho zdravia. Fogok örülni, hogy jó híreket fogok hallani az ő életéből és az ő egészsége felül. Tie kamene, o ktorých sme rozprávali, tie kamene na oltár. Azokról a kövekről, amelyekről beszéltünk, amelyekből az oltárt építették. Nám vlastne pripomínajú každé Božie slovo. Istennek igéire emlékeztetnek. Poukazujú na nutnosť pokánia, keď ho potrebujeme. Arra mutatnak rá, hogyha szükségünk van rá, akkor meg kell, hogy alázkodjunk. A takisto ukazujú cestu Božej spravodlivosti. És megmutatják az utat Istennek igazságosságához. A sú to základné princípy, na ktorých funguje život človeka. És ezek alapelvek, amelyek működnek az ember életében. Život spoločenstva. És a közösség életében. Alebo celého národa. Vagy pedig az egész nemzet életében. Ak v tomto kráčame, hogyha ebben fogunk járni, tak tie Božie prisľúbenia sa môžu naplniť. Akkor Isten ígéretei beteljesülhetnek. Tam to bolo napísané zreteľne a jasne. Ott ez világosan és érthetően meg volt írva. A toto bol aj postoj Pána Ježiša Krista. És az Úr Jézus Krisztusnak is ez volt a hozzáállása. Keď ho pokúšal Satan, amikor őt megkísértette a sátán, nevymýšľal žiadne nové teórie. Semmilyen új teóriát és elméleteket nem talált ki. Ale rovno povedal, je napísané. Hanem egyenesen megmondta az ördögnek, hogy megvan írva. A vtedy to bolo zapísané na tých kameňoch. És akkor már akkor ráírták ezekre a kövekre. Ale proroci, ktorí nasledovali, és azok a proféták, akik követték aztán az idők során, tak vraveli, že Boh tieto slová zapíše aj rovno do našich srdc. Akkor azt mondták, hogy Isten ezeket az igéket beírja egyenesen az ember szívébe. Toto Božie učenie, Istennek ez a tanítása, Božiu tóru, az Isten tórája, ktorá je nemenná a večná, amely változtathatatlan és örök. Len jeden verš prečítame z Jeremiáša 31. Jeremiáš 31-ből olvasunk el egy verset. Kde Boh hovorí, ahol Isten azt mondja, svoj zákon, az én törvényem, a svoju tóru tým myslel, bo to je ten výraz v hebrejčine. Tehát a tórára gondolt. Dám do ich vnútra, az ő bensőjükbe, tehát törvényemet az ő bensőjükbe adom, a napíšem ho do ich srdca. És a szívük táblájára írom. A budem im Bohom. És Istenük leszek. A oni budú mojim ľudom. És ők az én népem lesznek. A my vieme, že tie kamene boli ako keby symbol. Mi tudjuk, hogy azok a kövek, mintha szimbólumaként funkcionáltak. Ktorý poukazoval na Pána Ježiša. Amelyek rámutattak már az Úr Jézusra. Alebo zás apoštol Peter hovorí v prvom liste. Mert Péter apoštol mondja az ő első levelében. Prichádzajte ku nemu. Járuljatok ő elé. K živému kameňu. Az élő kőhöz. Ktorý je pred Bohom vyvolený a vzácny. Mert amely Isten előtt kiválasztott és értékes. A aj vy sa dajte vbudovať. És ti is építkezzetek. Ako živé kamene do tohoto duchovného domu. Mint élő kövek az Isten templomában. Skrze Pána Ježiša Krista. Az Úr Jézus Krisztus által. Takže aj z tohoto vidíme, že cieľom Otca aj Pána Ježiša. És ebből is láthatjuk, hogy a mennyei Atya és az Úr Jézusnak a célja az. Je to, aby sme boli jedno. Hogy egységben legyünk. Tak ako sa Pán Ježiš modlil ku svojmu Otcovi. Úgy, ahogy az Úr Jézus is imádkozott az ő mennyei Atyához.
aby oni boli jedno, hogy ők egyek legyenek, tak ako som ja jedno s tebou, Otče. Úgy, mint ahogy én is egy vagyok veled, Atyám. Aby sme boli jedno ako spoločenstvo, hogy egyek legyünk, mint közösség, ako národ, mint nemzet, aby sme boli jedno spolu, hogy egyek legyünk együtt, a jedno s Bohom, és egyek legyünk Istennel. A takisto jedno proti tomu spoločnému nepriateľovi, és együtt, tehát egységben legyünk a közös ellenségünk ellen is, ktorý prišiel kradnúť, zabíjať a ničiť. Aki ölni, lopni és tönkretenni, megsemmisíteni jött. A v tomto všetkom nasledovať príklad Pána Ježiša. És mindebben kövessük az Úr Jézus példáját. Vo všetkom, čo robil. Mindenben, amit ő tett. A ako sa správal. És ahogy viselkedett. To znamená v jeho pokore. Azt jelenti, hogy az ő alázatosságában. V jeho poslušnosti. Az ő engedelmességében. V jeho odpúšťaní, az ő megbocsátásában, a v jeho láske, és az ő szeretetében. Abo vlastne takto s ním budeme jedno. És így lehetünk vele, ő vele egységben egyek. A ak aj v našich životoch prebiehajú nejaké boje a vojny, és hogyha a mi életünkben is bizonyos harcok vagy háborúk dúlnak, tak dobre rozmýšľajme, proti komu bojujeme. Akkor jól gondoljuk meg, hogy ki ellen harcolunk. Aby sme vedeli ukončiť všetko, čo nie sú Božie boje. Hogy be tudjuk fejezni mindent, amelyek nem Istentől való harcok. Aby sme sa vedeli zmieriť s bratmi a sestrami. Hogy meg tudjunk békülni a mi testvéreinkkel. Aby to, čo robíme pre Boha, mohlo byť aj prijaté Bohom. Hogy az, amit megteszünk Istenért, azt Isten el is tudja fogadni tőlünk. Pán Ježiš to veľmi pekne povedal v Matúšovom evanjeliu. Máté evangéliumban az Úr Jézus ezt szépen el is mondta. Že keď prináša svoj dar na oltár, hogyha te hozod a te ajándékodat az oltárra, a spomenie si, že tvoj brat má niečo proti tebe, és ha te tudod, hogy a te testvérednek valami kivetni valója van veled szemben, ani nie ty proti bratovi, ale brat proti tebe, nem is, hogy neked van bajod a testvéreddel, hanem neki van veled baja, tak nechaj dar darom a chod sa zmieriť najprv. Akkor hagyd ott az oltáron a te áldozatodat, és először menj és békülj meg a testvéreddel. Až potom príď pred Božiu tvár. És aztán lépj Isten arcája elé. A toto je jeden zo základných princípov, ktorý funguje. Ez csak ez az egyik alapelv, amelyek szerint működünk. Pretože zo skúsenosti vieme, mert a tapasztalat azt mondja, že takto prichádzajú uzdravenia. Mert hogy így jönnek a gyógyulások. Takto sa už mnoho detí narodilo. Így már nagyon sok kisgyermek megszületett. Takto sa vyriešilo mnoho problémov. És nagyon sok probléma és gond megoldódott így. De keď prestaneme brať Božie slovo, hogyha elutasítjuk az igét, iba ako nejakú intelektuálnu potravu, mintha csak egy elméleti vagy intellektuális táplálékként kezeljük. Ale keď sa stane skutočným návodom na život. De hogy igazi, tehát az a jó, hogyha igazi értékrend és igazi tehát használjuk az életünkben. Pretože Bohu nejde o to, čo vieme v hlave. Istennek nem az számít, hogy mit tudunk a fejünkben. Ale čo s tým urobíme. Hanem, hogy mit kezdünk ezzel a tudással. Čo sa nám z tej hlavy dostane do srdca. Hogyha a fejünkből lekerül mindez a szívünkbe. A čo s tým spraví to srdce. És aztán mit kezd ezzel a szív. Tak ja by som vám chcel požehnať každému jednému. Minnyájatok, ha szeretnélek egyen-egyenként megáldani ebben. Aby to Božie slovo bolo ozaj svetlom na každom vašom kroku. Hogy Istennek igéje valódi világosság legyen minden lépésünkben. Aby sme všetci spoločne vedeli pozerať na Pána. Hogy együtt minnyájan az Úrra tudjunk nézni. A vnímať jeho slovo. És az ő igéjét megtartani és figyelni. A jeho odkaz pre náš život. És az ő rendelkezéseit az életünkre tekintve. Aby sme vedeli ukončiť všetky tie žabomyšie vojny, ktoré vedieme. Hogy minden háborúságot, minden harcot, minden fölösleges csatározást be tudjunk fejezni. Aby sme nebojovali proti bratom a sestrám. Hogy ne harcoljunk a testvéreink ellen. Ani proti Bohu. Isten ellen se. Ale iba proti svojim slabostiam. Hanem a mi saját gyengeségeink ellen. Svojmu hriechu. A mi bűneink ellen. A voči zlému. És a rossz ellen, a gonosz ellen.
aby sme mohli žiť v tých požehnaniach, ktoré Boh prislúbil. Hogy azokban az áldásokban tudjunk élni, amelyeket Isten megígért nekünk. A v jeho pokoji a láske. És az ő békességében és az ő szeretetében. Tak ja ti, Pane, ďakujem za tvoje slovo. Uram, én köszönöm neked a te ígédet. Že ono je také jasné a zrozumiteľné. Hogy ennyire világos és érthető. A že nám ukazuje na to podstatné. Hogy rámutat arra az alapvető dologra. A to je tvoja vôľa, Pane. És az a te akaratod a mi életünkre nézve. A že ty nám ho pripomínaš vždy, keď treba. És köszönöm, hogy te mindig emlékeztesz bennünket, amikor arra szükségünk van. Že tvoje slovo je aj tvoja láska, ktorá prišla k nám. Hogy a te igéd, az a te szereteted, amely jött hozzánk. A že tu bude navždy s nami. És hogy mindig velünk lesz minden napon. A že my môžeme kráčať a žiť v tejto láske. És mi ebben a szeretetben tudunk élni és haladni. S tebou, Pane. Veled, Úra. Aj s našimi milovanými bratmi a sestrami. És a mi szeretett testvéreinkkel. A že to môže byť navždy vďaka tebe, Pane. És mindig neked adhatunk hálát ezért, Uram. Lebo ty si Boh, ktorý žije. Mert te vagy az Isten, te vagy az az Isten, aki él. A ktorý kráľuje aj medzi nami. És aki uralkodik közöttünk. Amen. Amen. Tak ja vám ďakujem, že ste to všetko vydržali. Nagyon köszönöm, hogy kitartóak voltatok. A keby mal niekto niečo dodať, alebo oponovať, alebo čokoľvek, tak... És hogyha valakinek van ez hozzáfűzni valója, vagy megtámogatná mindaz hallottakat, itt a lehetőség. Rád odozd a mikrofon. Nagyon szívesen átadjuk a mikrofont. Ja som si poslednej dobe tiež pozerala tie obete, že ako to vlastne začalo s obeťami. Az utóbbi időben én is elég sokat foglalkoztam az igében ezekkel az áldozatokkal, hogy kezdődtek ezek az áldozatok. A vlastne som našla, že prvá obeť bola, keď Adam s Evou zhrešili a... És az első... áldozatot ott találtam, amikor Ádám és Éva vétkeztek. A Pán Boh nejaké zvieratá tam obetoval, jedno alebo možno aj dve zvieratá, aby pokryl ich hanbu. Hogy amikor maga Isten feláldozott egy vagy két állatot is az ő bőrük miatt, hogy eltakarhassa Ádámnak és Évának az ő szégyenét. Áno, a im... vytvoril nejaké šaty, nejaký odev, aby nechodili nahý. És Isten valamilyen ruházatot adott rájuk, hogy ne járjanak mezítelenül. A vlastne ako čítame ďalej v Biblii, že odmena za hriech je smrť. És tovább olvashatjuk a Bibliában, hogy a bűn zsoldja a halál. Tak toto bolo už vlastne od počiatku. Ezzel már a kezdetektől így volt. Lebo Boh nemení svoj názor. Mert Isten nem változtatja meg az ő nézeteit. A od začiatku je ten istý a ten istý názor má. És mert ő kezdetektől fogva ugyanaz, és ugyanaz a véleménye is. Potom druhá obeť je štvrtej, štvrtá kapitola v prvej Mojžišovej knihe. A második áldozatról a Mózes első könyvének a negyedik részében olvashatunk. A tam je, že a stalo sa počase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme. És akkor az időben történt, hogy Kain hozott áldozatot hozott az Úrnak a föld terményeiből. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda. És Ábel is hozott áldozatot az ő nyájának az első szülöttjéből. A z ich tuku a Hospodin pohliadol milostivé na Ábela a na jeho obetný dar. És csak Ábel áldozatára nézett kegyelmesen, kegyelemmel, és azt fogadta el Isten. Tak tuto je tá druhá obeť. Ez itt a második áldozat.
Ale možno boli aj medzi tým nejaké obete, nevieme to presne. De lehet, hogy ezek között voltak már más áldozatok, ezekről nem tudunk pontosan. Ale tu sa tak píše, že a stalo sa po čase, že Kain išiel obetovať. De itt az van írva, hogy egy idő után, amikor Kain ment áldozni. Takže po čase to niekedy znamená aj po nejakých, po nejakom kratšom období, nemusia to byť, že dlhé roky. Ez jelentette, hogy rövid időn belül nem kellett, hogy hosszú éveket jelentsen. A Abel, tu je písané, že obetoval z prvorodených svojho stáda. És itt az van megírva, hogy Ábel az ő elsőszülöttjeiből, az ő nyájának elsőszülöttjeiből a legjavából áldozott. Takže Abel to už vedel, že má obetovať z prvorodeného, ale ešte zákon tu nebol. Ábel már tudta, hogy az elsőszülöttekből a legtisztábbból kell áldozni, pedig még ott nem volt a törvény megfogalmazva. Áno, ale oni si ústne odovzdávali tieto odkazy, čo dostali od Boha. De ők ezt szóban tovább adták ezeket a rendelkezéseket, amelyet hallottak Istentől. Lebo Boh k ním určite hovoril. Mert Isten biztos, hogy szólt hozzájuk. Niekde v Biblii, ale nevedela som to nájsť teraz. De a Bibliában ezt nem tudtam megtalálni. Že Abel prorocky obetoval baránka. Hogy az Abel ilyen profétikusan áldozta fel ezt a bárányt. A potom je ďalšia obeť, ktorá sa tu spomína. A következő áldozat, amelyről itt aztán említést találunk. Je v 8. kapitole. A 8. részben van. A to je obetoval Noach. Azt Noé áldozatáról olvashatjuk. A tak tu čítame 8. kapitola 20. verš. A 8. rész 20. versében olvashatjuk ezt. A Noach postavil Hospodinovi oltár. És Noé oltárt állított fel az Úr előtt. A vzal zo všetkých čistých hoviat a zo všetkých čistých vtákov. És minden tiszta állatból és minden tiszta madárból vett. A obetoval zápalné obeti na oltári. És az Úr előtt áldozatot mutatott be. A Hospodin zavonial príjemnú vôňu upokojujúcu. És Isten megérezte ezt a békességnek az illatát. A toľko si stačí len. No to zasa, že tu už Noach vedel o tých čistých a nečistých zvieratách. Itt Noé már tudott a tiszta és a tisztátalan állatokról. Lebo Boh určite k ním hovoril, ako hovoril aj ku Kainovi. Mert Isten biztosan, hogy beszélt Noéval, ugyanúgy, ahogy Káinnal is beszélt. Áno, hovoril mu, že prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? És Káin megkérdezte az Úr, hogy miért lett haragos a te arcod, és miért gyulladt ki a te lelked? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená, veselá. Hogyha te jót fogsz cselekedni, akkor nem leszel, nem vidámodna meg a szíved. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. És ha pedig te rosszat fogsz cselekedni, akkor a bűn az ajtód előtt fog leselkedni és rád fog vágyakozni. Ale ty budeš panovať nad ním. De te uralkodni fogsz rajta. Takže Kain možno aj vedel, že má obetovať nejaké zviera. Kain tudta, hogy valamit áldoznia kell, valamilyen állatot. Ale lebo no, musela sa preliať krv, ako aj vždy sa musela preliať krv. Mert az áldozathozatalnál vérnek kellett folyni, amely befette, eltakarta a bűnt. Ale o ňom, on bol taký asi taký tvrdohlavý a tiež niekde som to aj čítala, že bol ako prvý humanista, že sám sa chcel rozhodnúť, že čo je správne, nie je to, čo Boh hovoril, čo je dobre. De ő valószínűleg ilyen keményfejű ember volt, és valahol olvastam, hogy talán ő volt az első humanista, aki ő akarta meghatározni, hogy mi feleljen meg Istennek. A
alebo keby aj nevedel, tak by to mohol byť len jeden výchovný prostriedok od Boha, že nemuselo to takto skončiť, ako to skončilo. Még ha nem is tudta, akkor is nem biztos, hogy ez volt a jó útja annak a ennek a, tehát Isten nevelni próbálta őt, de nem kellett volna ezeknek a dolgoknak így megtörténnie, ahogy végződtek. Áno, tak ako veľakrát aj nás Boh len chce vychovávať a viesť správnou cestou. Nagyon gyakran Isten csak nevelni akar bennünket és a helyes út felé vezetni. Ako je napísané v Žalme 23, že tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Úgy, ahogy a 23. Zsoltárban is meg van írva, hogy a te vesződ terelgetnek és megvidámítnak engemet. Ale Abel sa nahneval, Kain sa nahneval akoby aj na Boha a na svojho brata. És itt azt olvassuk, hogy Kain, mintha megharagudott volna az ő testvérére is, de magára Istenre is. A už v Novej zmluve sa píše, že keď sa hneváme na svojho brata, ako by sme ho zabili. És az új szövetségben is úgy van megfogalmazva, hogyha mi haragszunk a mi felebarátunkra, vagy a testvérünkre, az olyan, mintha megölnénk őt. A aj s jednou sestrou som sa rozprávala. Beszélgettem egy testvérnőmmel. A ona mi hovorila, že pozerala v televízii nejakú takú reláciu, kde sa nejakí dvaja politici rozprávali. Hogy nézett egy tévéadást a tévében, ahol két politikus vitatkozott, vagy beszélgettek. A ona sa tak nahnevala na toho jedného, veľmi sa hnevala. És az egyik politikusra annyira fölmérgett, annyira haragos lett, haragudott rá. A potom v noci sa jej sníval taký sen. És éjjel aztán álmodott egy álmot. Že sa stretla s tým politikom, na ktorého sa hnevala. Hogy találkozott azzal a politikussal, akire ő megharagudott. A ona ho zabila. És ő, hogy megölte ezt a politikust. A tak ho naložila do auta. És hogy berakta őt az autóba. A ho niekde išla za mesto a hodila tú mŕtvolu do Dunaja. Hogy kiment a városon kívülre, és ezt a holttestet ő bedobta a Dunába. A ona sa tak smiala na tom, že aký mala takýto sen. És ő csak nevetett azon, hogy micsoda álma volt. Ale vlastne to je presne to, že keď sa hneváme, ako by sme už aj zabili. Že... És ez pontosan azt mutatja meg, hogy ha mi haragszunk, az olyan, mintha megölnénk azt a másikat. No a tieto príbehy sú tu aj pre nás na poučenie. Ezek a történetek számunkra is a mi tanulságunkra vannak. Aby sme sa až tak nehnevali za takéto veci. Hogy ne haragudjunk, vagy ne támadjon harag bennünk ilyen dolgok miatt. Ako tu hovorí Boh, že keď budeš dobre robiť, či nebude tvoja tvár povznesená a veselá. És Isten is azt mondja, ha te jót fogsz cselekedni, akkor nem emelteheted fel te arcodat, és nem fog az ragyogni. Takže my sa máme povzniesť na takéto veci a odpustiť tým aj bratovi, alebo aj niekedy Pánu Bohu, ako by sme sa niekto na Boha hneval. Nekünk is, tehát el kell engedni dolgokat, és meg kell bocsátani az embereknek, a testvérünknek, és Istennel sem kell haragot tartani. Lebo potom som si aj našla v Júdovi, Júdás levelében is találtam még igét. Lebo je tu o Kainovi písané, akože cesta Kainova. Kain ott is meg van említve, mint hogy a Kain útja. Jedenáctom verši. 11. versben. Beda im, lebo odišli cestou Kainovou. Kár értük, mert elmentek a Káin útjára tértek. A pojati bludom Bálámovej mzdy. És eltévejektek a Bálám tanácsa szerint. A vykydli sa protirečením Kóreho zahynuli. És ők protirečením Kóreho zahynuli. Tehát fölfordultak, tehát felzúdultak Isten ellen, és ők
Kóre példája szerint is elkárhoztak. A potom vo verši 16 je písané, že to sú reptáci žehrajúci na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiadostí. Tehát ezek a zúgolódók és háborgók, akik a saját kívánságaik után mennek. A ktorých ústa hovoria nadutosti. És az ő szájuk felesleges és tehát felesleges dolgokat mondanak. A licomerne pre zisk obdivujú osoby. És a to, akože falošne pre zisk obdivujú osoby. És a haszonlesésben hamis tanúságot tesznek. És megrágalmaznak embereket. No, takže Kain to bola taká aj, že sebalútosť, že sa sťažoval na svoj osud. Kainban benne volt egy jó adag önsajnálat is, és panaszkodott az ő sorsa ellen. Čo aj ja som to sebalútosťou dosť trpela, tak to poviem, že už by som sa k tomu nechcela vracať. És volt ide, amikor én is az önsajnálattal nagyon sokat küzdöttem, és ehhez nem akartam visszatérni. A no, a vlastne to bola Kainova cesta. És igazából ez a Kain útja volt, ez az önsajnálat. A vlastne, lebo sú len podľa Biblie dve cesty. A Biblia szerint két út van. Je cesta kríža. A keresztnek az útja. A cesta Kainova. És Kainnak az útja. Áno, a čo sa tu spomína ešte ten Bálam, že Bálamová mzda. És amit megemlítették itt Bálamot, hogy a Bálámnak a bére. Že niektorí išli teda podľa Báláma a vykydli sa. Ježe, také slovo, že vykydli sa. Tehát aki bicsaklódtak, vagy ilyen eltértek, vykydlo. Vagy... Tehát Bálám szerint akože... mentek, és tönkre mentek. Áno, a... Áno, lebo toto slovo sa používa, je použité, Roháček to používa v svojom preklade. Roháček használja az ő fordításában ezt a szót. U Judáša. Judásnál. Že sa obesil. Mikor, hogy felakasztotta magát. A nejak sa roztrhlo jeho telo a jeho vnútornosti sa vykydli. Hogy amikor az ő teste szétszakadt, és kiömlöttek az ő belsőségei. Takže aj on za takú akože Bálámovú mzdu, že ő is Bálámnak a bérére, jussára jutott. Že niekto natoľko miluje peniaze. Ha valaki annyira szereti a pénzt. Že akoby bol nejaký démon za tým, duch za tým. Mint ha valami szellemiség, vagy valami démon erő állna ez mögött. Že obetuje aj blízkeho človeka, alebo ľudí, ale aby získal ten zisk. Képes még a saját hozzát, az a közeli, hozzá közel állókat is beáldozni azért, hogy ő pénzhez jusson. Tak, ďakujem vám, že ste to mohla. Ďakujem, köszönjük. Ďakujem, Valika. Aha, jasné. Egy tapasztalatot szeretnék veletek megosztani, amely nemrég történt velem. Do mikrofonu, prosím. Kasato uzdravenia. Ez a gyógyulással kapcsolatos tapasztalat. Dá sa počuť, Ivan? Tak hovorím potichu. Takto? Áno. Ráno som sa zobudila. Reggel felébredtem. Veľmi sa mi točila hlava, ale veľmi. És nagyon-nagyon fájta, és szédültem, forgott a fejem. Ako keby sa triasla kamera úplne, že som nemala obraz. Mint hogyha, úgy lehet elképzelni, nem láttam semmit, mint hogyha rezgett volna a kép. A takisto som nemala žiadnu silu a ťažko sa mi dýchalo. Nem volt semmi erőm, és nagyon nehezen lélegeztem. Nikto nebol doma. Senki nem volt otthon. A tak som uvažovala jasne, že
Čo teraz? Ako sa dostať k lekárovi? És azt kezdtem mérlegelni, hogy most hogy jutok el az orvoshoz. Pešo v žiadnom prípade nevládala som. Gyalog semmi esetre sem nem bírtam volna. A auto by som neodšoférovala za týchto okolností. És vezetni se tudtam ebben az állapotban, tehát autóval sem. Tak som sa proste upokojila. Aztán megnyugodtam. A začala som sa Bohu prihovárať. És Istenhez kiáltottam. A toto je môj posledný deň, lebo vyzeralo to nejakú porážku alebo niečo také som predvídala. És mondtam Istennek, hogyha ez az én utolsó napom, mert úgy nézett ki, mintha agyérzést kaphattam volna, vagy valami ilyen tüneteim voltak. Tak som začala proste ďakovať. És akkor hálát kezdtem adni Istennek. Chváliť Boha a chváliť ho za všetko, kde... És dicsérni őt, dicsőíteni őt mindenért. Ďakovať za všetky príležitosti, kde viem, že určite stál pri mne. És minden alkalomért hálát adtam, amikor tudtam, hogy mellettem állt. Aj keď som ja ho ešte vôbec nehľadala, ani som netušila o tom. Még akkor is, az időből is, amikor őt még nem is kerestem, és még sejtelmem sem volt ő róla. Viem, že stále bol tam a pomáhal mi. De tudom, hogy állandóan mellettem volt és segített nekem. A tak som ležala. És aztán feküdtem. Sama som sa čudovala, kde sa všetky tie slová vzali. És magam is csodálkoztam, hogy honnan ezeket a szavakat honnan szedtem. A potom ma napadlo, alebo teda prišlo mi, že vlastne ja som Božie dieťa. És aztán eszembe jutott és tudatosítottam azt, hogy én Isten gyermeke vagyok. A že prečo som sa vlastne tak ľahko vzdala? És hogy miért adnám föl ezt ilyen könnyen? Veď vo mne je Ježiš. Mikor bennem ott az Úr Jézus. A Božia sila. Istennek ereje. A ja vlastne môžem tú chorbu pokarhať. És én megdorgálhatom ezt a betegséget. A tak som začala lámať moci zla a v mene Ježiš proste všetko, čo som... És Jézus nevében megtörtem ezt a rosszat, és mindez, amit én ezt már erről hallottam, vagy tudtam, hogy ez így működik. A takisto som bola veľmi prekvapená, že čo všetko som vlastne povedala. És én magam is meg voltam azon lepődő, hogy mi mindent mondtam ki az én számon. A tak som už tak bola taká spokojnejšia, ale obraz stále som proste nemohla som ani otvoriť oči, lebo mi to lietalo všetko. Aztán megnyugodtam egy kicsi, de ugyanígy továbbra sem tudtam kinyitni a szemem, mert minden ment előtte, forgott a világ. No a potom mi prišlo to, že vlastne ja som teda vyznala, že som uzdravená Ježišovou krvou. Aztán meghirdettem és kihirdettem azt, megvallottam, hogy én engem Isten az Úr Jézus vére által meggyógyított. A že tomu teda verím. És én hiszek ebben. A v tom prišla výzva. És akkor jött ez a felszólítás. Že nech sa páči, keď teda si uzdravená a hogy veríš tessék, tomu. Tessék parancsolni, ha te hiszed, akkor te meg vagy gyógyulva, te egészséges vagy. Tak vstaň a choď. Akkor kelj fel és járj. Ja mám vstať, prvá, ja nemládzem ani ležať. És a keljek fel, még feküdni is alig bírok. Ale hovorím, tak áno, uverila som, vyznala som to a vstanem. Akkor azt mondtam magamnak, hogy igen, ezt hittel fogadtam, megvallottam, akkor felkelek. V podstate je jedno, či ma najdú ležať v posteli alebo v kuchyni, niekde na zemi. Idem. Aztán, mert tulajdonképpen mindegy, hogy most az ágyban fekszem, vagy ha nem tudok lábon maradni, akkor a konyhában, de akkor megyek, elindulok. Tak som vyšla, horko, ťažko. Akkor nagy neze, fölkeltem, kimentem a konyhába. Spravila som si kúcok chleba. Elkészítettem egy darab kenyeret magamnak. Jedla som trošku a nedalo sa. Jedla som. Ettem egy kicsit, de nagyon keveset, nem tudtam többet. A povedala som, že som uzdravená. És megvallottam, hogy egészséges vagyok. Ďaká ti, pane, ale nemám žiadnu silu, ja musím si láhnuť naspäť do postele, lebo nevládzam. Hálát adok neked, Uram, de nincs erőm, nekem vissza kell mennem az ágyba, hogy erőt gyűjthessek. No, a mala som ísť po obede do práce ešte. És délután munkába kellett volna mennem. Lehala som si do tej postele. Lefeküdtem az ágyba. A rozmýšľala som, musím zavolať, že neprídem do práce. És azon gondolkoztam, hogy be kell telefonálnom, hogy nem megyek munkába. Ale ja som uzdravená. De hát meggyógyultam. Mám tam volať, že neprídem. Akkor hívjak be, hogy nem megyek. No, a zaspala som. És elaludtam. Drevo.
úgymint egy darab fa. O 2 hodiny som sa zobudila. 2 órával később felébredtem. Otvorím, už sa mi obraz netriasol. És már nem rezgett a látásom. Vyskúšame. És teljesen rendben volt. No, teljesen nem, nie celkom, ale... Na, nem teljesen, de már így, tehát javult. Lepšie to bolo. Nohy sa mi triasli a kozliatku. A lábaim remektek, mint a kocsonya. No, ale išla som do tej práce, lebo som uzdravená. De elmentem a munkába, mert hát én meggyógyultam. Ale skutočne do večera som sa postavila na nohy a bola som v poriadku. És de úgy volt, hogy aztán estig is lábon voltam és rendben voltam. To bolo prvýkrát, že som niečo také zažila. Ez volt az első ilyen alkalom, ami ilyesmit, hogy átéltem. A ďakovala som a stále ďakujem teda z celého srdca, že toto som mohla zažiť. És azóta is hálát adok, és akkor is megköszöntem teljes szívből az Úrnak, hogy én ezt átélhettem. Ale až o niekoľko týždňov na to, de néhány héttel később ezután mi došlo, že kde sa to vzalo, tá choroba. Akkor világosodott meg, hogy honnan, mi történt, miért, mi volt ez a betegség. Stalo sa mi to už pred rokom. Egy évvel ezelőttre vezethető ez vissza. Ale oveľa menšej miere, slabšie. De akkor is, akkor nagyon sokkal, sokkal gyengébb, sokkal, sokkal enyhébb tüneteket tapasztaltam. Pracovala som v jednej firme, ako vedúca v obchode. Akkor úgy dolgoztam, mint egy, tehát vezető voltam, vezető pozícióban egy üzletben. 18 rokov. 18 éven keresztül. No, a tam boli také podmienky, že keď niekto maroduje viac ako 10 dní. És ott olyan feltételek voltak, hogy ha valaki többet dolgozik, mint 10 nap. Maroduje, beteg. Napénke? Napénke. Hogyha tovább beteg, tovább van betegszabadsága, mint 10 nap. Tak nedostane 13. plat. Akkor nem kap fizetést azért. Igen? 13. Ja, nem kap 13. fizetést, tehát a karácsonyi pénz akkor ugrik. A ja som mala COVID. És én COVID-os lettem. Prekročila som penku. Persze, túlléptem a 10 nap betegszabadságot. A 2 roky som nemala za to 13. plat. És 2 évig nem kaptam 13. fizetést. A to ma tak mrzelo. És ez annyira bántott engem. A tak som sa ľutovala. De hát sajnáltam magamat ezért. Že predpokladám, že toto bola príčina prvýkrát tej choroby. És feltételezem, hogy talán az első ilyen rohamnak ez lehetett az oka. No, ale potom som odišla, lebo som myslela, že pôjdem po 40 rokoch do dôchodku, že to zabalím. Aztán elmentem onnan, mert úgy gondoltam, hogy 40 év munkaviszony után elmegyek nyugdíjba is, tehát összecsomagolok és ott hagyom azt a céget. No. Lenže mi chýbali ešte 2 roky. Csak hogy nekem még 2 évem hiányzott a nyugdíjhoz. A tak som zvažovala, že kde už pôjdem ja teraz v starom veku, teda takomto veku. És azon morfondíroztam, hogy hova megyek én ebben a korban még dolgozni. Tak som sa vrátila do tej firmy. Tehát visszatértem én ugyanoda, abba a cégbe. Už nie ako vedúca. Nem mint vezetőnek. Na polovičný úväzok. Fél munkaviszonyba, fél idős munkaviszonyba. Som tam spokojná, je tam dobre. Elégedett vagyok ott, és jól érzem ott magam. Ale zrejme asi sa tie staré krivdy znova vynorili. De azok a régi sántító dolgok újra csak felmerültek, kibukkantak. Mám také podozrenie, že práve to. És van olyan sejtésem, hogy éppen ezek a dolgok. Zapričinilo, že zase som sa cítila tak zle. Okozták azt, hogy újra ilyen rosszul létem volt. A tak som pochopila, že práve tam musím odpustiť a cesto sa preniesť, aby to uzdravenie bolo. És ott értettem meg, hogy tehát békességre kell jutnom, meg kell bocsátanom, el kell engednem ezeket a dolgokat, hogy megmaradjon az én egészségem. A vlastnej koži pocítila vplyv tých myšlienok negatívnych a zlých. Saját bőrömön tapasztaltam a negatív gondolatoknak a hatásait az életemben. Toľko som asi chcela. Ďakujem, moja.
Ďakujem aj za slovo, aj za svedectvo. Köszönjük az ígét és a bizonságtételt. Ja by som možno len krátku reakciu na to, čo si ty hovorila, Valika. És Valikának a mondandójára nagyon röviden reagálnék. Aj v tom prípade Adama a Evy. Ádám és Éva esetében. Je veľmi dôležité. Nagyon fontos néznünk azt. Aby sme neprinášali svoje riešenia. Hogy ne a saját megoldásainkat akarjuk behozni. Ale Božie. Hanem Isten megoldásaira hagyatkozzunk. Oni keď zistili, že sú nahí. Mert amikor ők tudatosították, hogy ők mezítelenek. Tak hneď čo spravíme? Akkor mit tegyünk, mit cselekedjenek? A natrhali to figové lístie. És aztán a fa levelet tépték le. Ale Bohu sa to nepáčilo. De Istennek ez nem tetszett. Hovoril, nie. És mondja, hogy ez így nem. Ja som vám povedal, ten deň, keď okoštujete z toho ovocia, vtedy zomriete. Én megmondtam, hogy azon a napon, amikor megkóstoljátok a tiltott fa gyümölcsét, akkor meghaltok. A vieme, že do určitého zmyslu tam, v určitom zmysle tam nastala tá ich duchovná smrť. És bizonyos értelemben ott beállt az a szellemi halál. Ale videli aj fyzickú. De megláthatták a fizikai halált is. Vlastne dovtedy ešte nikto nezomrel. Žiadne ani zviera, ani nič nezomrelo. Addig a pillanatig a paradicsomban, az édenkertben senki, se egy állat, se egy ember nem halt meg. A oni proste videli, že to zvieratko, ktorého kožu Boh potreboval na ten odev. És amikor végignézték azt, hogy az az állat elpusztult, amelyeknek a bőrére nekik volt szükségük. Ako krváca, ako tečie jeho krv. Hogyan vérzik, hogy folyik el az ő vére. A ako zomiera. És hogy hal meg. Vlastne uvideli, toto čaká aj nás a toto je ten dôsledok. És megláttatták, hogy ez vár ránk is, és ez a következménye a mi bűnünknek. A takisto moc som sa nechcel zmieňovať ani o tých rôznych obetách, ktoré boli. Nem akarok bővebben úgy kitérni a többi áldozatra, amelyek ott voltak. Lebo to je téma na niekoľko sedení. Mert az jó pár alkalomra elegendő témát adna. A veľmi prínosná, lebo má nám to povedať čo aj dnes. És nagyon, nagyon gazdag téma. Tehát az, ami itt ma is elhangzott. Ale možno len jednu myšlienku. De egy gondolatot megosztanék. Vlastne také slovo, ktoré zahrania všetky obete. Tehát van egy ige, amely felüleli az összes áldozatot. To je v hebrejčine slovo korbán. És ez a szó a hebrejben az a korbán. A základ toho slova je karav. A szó alapja az a karán. Čo znamená priblížiť sa. Ami azt jelenti, hogy közeledni. Takže každá obeta. Tehát minden áldozat. Má v sebe ten úmysel priblížiť sa k Bohu. Minden áldozatnak az a jelentősége, hogy ezzel közeledni kívánunk Istenhez. To len tak pre zaujímavosť. Ez egy érdekességként tértem ki rá. A môžem dať tebe mikrofon, Šanka, dobre? Tebe dám mikrofon teraz. Ak teda ešte niekto, kto chce? Ďakujem. Sestra hovorila o tom, že chceš zopakovať tú otázku? Že Valika hovorila, že vlastne hnevom sme vlastne vrahmi svojich blížnych.
Tehát Valika mondta az előzőekben, hogy a haragunkkal igazából megölhetjük a mi hozzá közelünk, a fele barátunkat. A zase Pavel hovorí na jednom mieste v Efezsanom, že hnevajte sa a nehrešte. És az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy haragudjatok, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Či je to vôbec možné? Hogy lehetséges-e ez egyáltalán? Proste, ako dať tieto dva texty dohromady? Hogy lehet összekapcsolni ezt a két ige helyet? Vlastne písmo ďalej hovorí, az ige azt mondja a továbbiakban, že hnev muža, teda i ženy, nepôsobí spravodlivosti Božej. Tehát a férfi, vagy tehát a nő is, tehát az ember haragja, nem szolgálja Isten igazságosságát. To znamená, že vlastne stále nám ukazuje to, že hnev proste je niečo, čo pôsobí hriech. És újra csak azt kell meglátnunk, hogy a harag az egy olyan valami, ami aztán a bűnt kifakasztja, tehát a bűnnek a gyökere. Hnev je niečo, čo treba vedieť, že aká je to pohnutka, aký to má koreň, keď to nazývame hnevom. Kell tudnunk, hogy tudatosítani kell, hogy amikor haragról beszélünk, hogy igazából mi a haragnak a gyökere. A pán Ježiš vtedy, keď zobral bič a vyháňal von tých peňazomencov z chrámu. És amikor az Úr Jézus is ostort ragadott és kikergette a pénzváltókat a templomból. Tak vlastne písmo hovorí tam veľmi jasne, že to bola horlivosť, že on nenaplňal nejaký hnev, ale sa prejavila horlivosť o tú čistotu, o tú svetosť Božieho domu. És ott az ige azt mondja, hogy igazából nem az az emberi értelemben vett harag vett úrra az Úr Jézuson, hanem az ő szíve égett a tisztaság, tehát vágyott az ő szíve forrón, hogy tiszta maradjon az ő atyának temploma. Takže to bola horlivosť, nie v podstate, nedá sa to nazvať ani hnevom, ale horlivosťou. Tehát nem is nevezhetjük azt haragnak, hanem a benne, a szívében égő tűznek. Ďalej Pán Ježiš nás učí, že slnko nech nezapadá nad našim hnevom. Az Úr Jézus is továbbá aztán azt tanítja, hogy a mi haragunk, nap ne menjen le a mi haragunkon. To znamená, že hnev v každom prípade znamená odchýlku od cieľa. A harag az azt jelenti, hogy a harag minden esetben azt jelenti, hogy eltérünk a céltól, tehát kitérünk, mintha elhajlanánk a cél irányától. My proste, ak máme správne horliť pre pána, nekünk helyes módon kell, hogy égjen a szívünk az Úrért. Ezt megfogom addig. Most megmutattam, hogy hogyan kell haragudni. Dobre, takže toto by bola taká odpoveď, že hnev nie. Horlivosť áno, ale proste musí to byť v duchu Kristovom. A tom, áno? Tehát azt kell megjegyeznünk, hogy a harag az nem jó. A bennünk égő tűz az igen, de a harag az eltávolít bennünket Istentől. A poviem vám prečo. Pretože hnev nemá koreň v pokoji a v pokore. És azért megmondom, hogy miért, mert a haragnak, a harag nem a békességben
és a alázatban gyökerezik. Pán Ježiš povedal, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Az Úr is azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert én csendes és alázatos szívű vagyok. Ale proste tiež nás aj pozbudzuje k horlivosti, hovorí, navráť sa k prvej láske. De ugyanígy ahhoz a tűzhöz is irányít bennünket, hogy térjetek vissza az első szeretethez. A navráť, teda odkiaľ si vypadol, tam sa navráť. Tehát ahonnan kiestél, oda térj vissza. Teda zase proste len horlivosť povoluje podľa Krista, ale žiaden hnev. Tehát az a szent tűz az, amit megenged a krisztusi értékrend, de nem a haragot. Takže to by bola odpoveď na tú tvoju otázku. Tehát ez lenne a válasz. Nevaj sa, Zuzka. Chcel by som sa vyjadriť aspoň trom veciam, ktoré tu zazneli. Legalább három dologhoz szeretnék hozzáfűzni pár gondolatot, amik itt elhangzottak. To prvé, čo hovoril brat Marian. Az első, amit Marian testvér mondott. Veľmi sa ma to dotklo, že Hospodin sa predstavuje svojmu ľudu ako Hospodin zástupov alebo Hospodin množstva. Tehát nagyon megérintett engem az, hogy Isten úgy képzeli el magát, mint a tömegek és a nagy népeknek az ura ale és Istene. Ale nie, ktorí sú v nejakej vojenskej pohotovosti, ani nie v nejakom konflikte, ale v nejakej orchestrálnej spolupráci. De nem valamilyen harcban, vagy háborúban, mint parancsnok, hanem úgy képzeli el magát, hogy mint a zenekarban, az együttműködésben, az együttmunkálkodásban. Je to veľmi, veľmi nádherný príklad toho. Ez egy gyönyörű példája annak, že aby sme si uvedomili, že sme všetci v jednom Božom orchestri. Hogy tudatosíthassuk azt, hogy mi Istennek a zenekarában vagyunk mindnyájan. Veľmi ma dojalo, ako krásne dneska hrala naša sestra na gitare, až som bol proste dotknutý som bol. Nagyon megérintett Isten által, megérintett, ahogy a testvérnő ilyen szépen énekelte azt a dicséretet. A dobre sa mi spievalo s ňou, teda. És nagyon jó volt együtt énekelni vele. Proste, no, veľmi, veľmi to bolo ako dobre. Nagyon jó volt ez nekem is, és tudom, hogy ez az Úrtól volt. Ale viete, čo je veľmi nebezpečné v tomto orchestri? És tudjátok, mi a nagyon veszélyes ebben a zenekarban? Keď niekto vypadne z taktu. Hogyha valaki kiesik az ütemből. Ritmusból. Ritmusból. To znamená, že môže nádherne spievať, alebo nádherne hrať, alebo čokoľvek, ale mimo rytmu. To je proste, viete, čo to je? Katastrofa. Ešte aj počúvať. Lehet, hogy gyönyörű hangja van, gyönyörűen játszik a hangszeren, de ha kiesik a ritmusból, az katasztrófa, azt hallani is rossz. A ešte keď aj spieva, ešte aj proste, keď vypadne z toho rytmu, to je, viete čo, to je, ako keby vás vo vnútri pílili. Proste to sa ťažko počúva. Még ha énekelünk is, hogyha kiesik a ritmusból olyan, mint hogyha belül fűrészelnének bennünk. Človek môže rytmus pokaziť buď tým, že sa ponáhľa o jeden tak dopredu. Az ember ezt azzal tudja a ritmust elrontani, hogyha siet, hogyha egy ütemmel hamarabb jár. A tu by nás Božie slovo chcelo napomenúť na trpezlivosť, aby sme boli trpezliví. És itt Istennek igéje itt a türelemre int bennünket, hogy türelmesek legyünk. Aby sme vyčkali Boží čas. Hogy várjuk ki Isten idejét. O všetkých veciach nášho života. Az életünknek minden dolgában. A zase ten druhý problém môže nastať, že o jeden takt zmeškáme. És a másik probléma az lehet, hogyha egy ütemmel lemaradunk.
A viete, pán Ježiš karhal učedníkov, keď proste išli tam do Emaus. És tudjátok, hogy az Úr Jézus megfette a tanítványokat, amikor mentek Emmausba. A hovoril im, vy spozdili srdcom. Hogy ti spozdili. Spozdili, lekésve. Lekésve, meglassúdott az ő szívük. To znamená, vypadli ste z taktu, učedníci. Proste jednoducho ste spozdili srdcom. Hogy ti kiestetek a ritmusból, tehát lemaradtatok a szívetekben. A jednoducho, vy mne hovoríte, že či som jediný, ktorý som, proste neviem o tom, čo sa stalo v Jeruzaleme. És ti mondjátok nekem, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem tudom, hogy mi történt Jeruzsálemben. A vy neviete, že to sa všetko so mnou stalo. És ti nem tudjátok, hogy mindez én velem történt. Vidíte, meg. Vidíte, čo spôsobí vypadnúť z toho taktnu, z toho hospodinovho orchestra. És látjátok, hogy mi mindent okoz, hogyha Istennek zenekarában kiesünk a ritmusból. To je tragédia, to proste obvinujeme Boha. Ez egy tragédia, tulajdonképpen vádoljuk Istent, köszönöm. To znamená, že my si myslíme, že my tomu rozumieme, my vieme, a ty nevieš. És úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, mi értjük ezeket a dolgokat, és neked fogalmat sincs ezekről. Vlastne hovoríme proti Pánovi. Igazából Isten ellen beszélünk ilyenkor. Sme v tom orchestri nášho milovaného Boha i Pána i Spasiteľa Ježíša Krista. Mi az Úr Jézusnak, a mi megváltónknak, a mi szeretett Urunknak a zenekarában vagyunk. A keď on zodvíne svoju ruku, és amikor ő fölemeli az ő kezét, tak sme pripravení. Akkor vagyunk készen. A keď on pokynie, és amikor ő leengedi a kezét, tak je treba, aby sme v tom orchestri každý robili tú svoju úlohu, ktorú nám Boh dal. Akkor szükséges, hogy mindenki egyenként végezze az ő feladatát, amelyet Isten rábízott. Viete čo, videl som také predstavenie, kde musel tento dirigent urobiť slučku a proste koniec. Láttam olyan előadást, ahol a karmesternek muszáj volt, hogy egy hurkot rajzoljon a karjával és leinteni az egészet. Tam jednu skupinu, proste tých, ktorí hrali, ich napomenul, že neskoro nastúpili, keď im pokynul. A zenészeket csoportját emlékeztette arra, hogy kicsivel később léptek be, amit szükséges pozeral, lett volna, és amikor nézett rájuk. A dovtedy sa na nich pozeral, kým oni mu nepokývli, že to pokopili. És addig nézett rájuk, amíg azok nem bólintottak a fejükkel, hogy ők ezt megértették. A keď oni kývli hlavou, že rozumejú, amikor ők intettek a fejükkel, hogy értik, akkor újra felemelte az ő kezét. A spustil to. És engedte, tehát belefogtak. Vidíte, takto môžeme kaziť ten Boží rytmus. Tehát így el tudjuk rontani Istennek keď rytmusát. Keď zmeškáme, ha elkésünk, alebo keď sa ponáhľame. Vagy pedig, ha előre sietünk. Preto, brat môj, sestra moja, nikdy neutekaj. Ezért kérlek, drága testvérem, soha ne siess. Lebo Pán Ježiš nikdy si ho nevidela utekať, ani nevidel utekať. Danko, ty si videl Pána Ježiša niekedy utekať? Mert az Úr Jézus soha senki nem látta sietni. A videl si ho, že by prišiel neskoro. És látta, testvérem, hogy valaha is késett volna. Keď aj dva dni prišiel neskôr, ako si to ľudia predstavovali. Még hogyha két nappal később is érkezett, mint ahogy az emberek elképzelték, akkor is benne volt az ő ritmusában. Lebo spoliehal na svojho otca. Mert az ő mennyi atyára hagyatkozott. Dobre, toto som chcel k tomu, čo si ty hovoril. Ezt szerettem volna ahhoz, amit te mondtál. Potom chcel by som k tomu povedať niečo, čo hovorila Valika. Most ahhoz szeretnék hozzáfűzni valamit, amit Valika mondta. Je to nádherný pohľad, čo si hovorila. Nagyon szép, csodálatos szempont, vagy nézőpont. Že skutočne je to vlastne určitým spôsobom, takým predobrazom Krista, ktorý bol za nás obetovaný,
tie obete, ktoré tényleg egy ilyen bizonyos előképe, ezek az áldozatok bizonyos előképei annak, hogy az Úr Jézus értünk feláldozta magát. A brat Marian hovoril, že o týchto veciach by sa dalo ešte veľa, veľa hovoriť a proste skutočne hlboko sa nad nimi zamyslieť. És Marian testvér is mondta, hogy erről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, és valóban, hogy elmélyedni ezekben a dolgokban. Ale ja si myslím, že nikto z nás si nevšimol a veľmi ťažko si aj všimne o jednej obeti, ktorá je tam skrytá niekde v celých celom tom dianí. A tam nie je reč o obeti. És meg vagyok győződve róla, hogy senki ezt egy rejtett dolgot, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy senki nem vett észre, amely végig ott folyt az eseményekben. A tam je jedna obeť. És ott van egy áldozat, ktorú asi by sme, keby sme všetky obete spomenuli, nespomenuli by sme. Még hogyha minden áldozatot fel is sorolnánk, erről biztos, hogy nem beszélnénk. A viete, ktorá je to obeť? És tudjátok, melyik ez az áldozat? Obeť Enocha. Enoch áldozata. Tam je napísané, že Enoch chodil s Bohom. Ott megvan írva, hogy Enoch az Úrral járt. A Boh si ho vzal. És Isten őt magával ragadta. Brat Marian aj sestrička hovorila o tom, že tieto obete mali človeka bližšie dostať k Pánovi. A testvérek arról az áldozatokról beszéltek, amelyeknek az volt a funkciójuk, hogy közelebb vigye az embert Istenhez. Ale keď ty chodíš s Bohom, de ha te Istennel jársz, to je zvláštna obeť. Akkor az egy különleges áldozat. To nie áldozat. Je len tak, že tak sa mi páči, Pane Bože, ovo, ty si môj kamarát, kámoš. És ez nem arról szól, hogy nekem ez így tetszik, Istenem, te az én haverom vagy, az én, nekem ez így megfelel, ez nem így működik. Viete, ako to funguje? Tudjátok, hogy működik tak, ez? Tak, ako je to napísané. Úgy, ahogy ez megvan írva. V liste Rimanom. A római levélben. 12. kapitole. 12. rész. 1. a 2. vers. Első, második versében. Prosím vás teda, bratia. Kérlek tehát benneteket, testvéreim. A jej sestry. Testvérnőim. Pre rôzne milosrdenstvo Božie. Isten kegyelmére kérlek benneteket. Aby ste dali svoj život na oltár Bohu. Hogy áldozzátok oda az életeteket Istennek oltárán. Aby ste zmenili svoje myslenie. Hogy megváltoztassátok a ti gondolkodásatokat. Neprispôsobujte svoje myslenie tomuto svetu. Ne alkalmazkodjon a ti gondolkodásatok ehhez a világhoz. Ale hľadajte v tom svojom myslení, čo sa Bohu ľúbi. Hanem ha keressétek a ti gondolkodásatokban azt, ami Istennek tetszik. Čo je dobré. Az, ami jó. Čo je milé. Az, ami kedves. A čo je dokonalé. Az, ami tökéletes. Vidíte, a toto je vlastne tá obeť, ktorú priniesol Enoch. És tudjátok, ez az az áldozat, amelyet Enoch hozott. Že svoj život položil na oltár Bohu. Ugye az ő életét Isten oltárára helyezte. Ti všetci ostatní kladli na oltár ovečky. Mindenki más az oltárra bárányokat rakott. Iných prípadov kozlov. Vagy pedig bakokat, kecskéket. Hoveda. Borjút, marhát. Proste to všetko bolo príkaz Boží. Mindez Istennek rendelései szerint volt. Ale ten najvyšší princíp obete. De az áldozatnak a legmagasabb fokozata elvei. Je to, čo ukázal Pán Ježiš. Az, amit az Úr Jézus mutatott. Že položil svoj život na oltár svojmu otcovi. Hogy az ő saját életét tette le az ő atya oltárára. A skúšal, čo sa otcovi ľúbi. És megpróbálta azt, čo je dobré, mi az, ami Istennek je milé, tetszik, ami jó, a čo kedves, je és te tökéletes. A vlastne to chodenie Enocha s Bohom, tehát ahhoz, hogy Isten, Enoch az Istennel járt, to prinieslo do takej blízkosti s Bohom, őt olyan, on dostal, ő Istennek olyan közelségébe jutott, že Pán Boh si ho vzal, hogy az Úr elvitte őt magával, ragadta. A už ho nebol. És már aztán nem volt. No a viete, čo to urobí s nami? És tudjátok, hogy ez mit tesz velünk? Keď my položíme svoj život na oltár Pánovi.
mikor az életünket az Úr oltárára helyezzük. A keď budeme skúšať svoje myšlienky. És hogyha megvizsgáljuk a mi gondolatainkat. Nebudeme myslieť podľa mysle tohoto sveta. Nem e világ szerint fogunk gondolkozni. Ale podľa Krista budeme rozmýšľať. Hanem Krisztus szerint. A budeme skúšať, čo sa jemu ľúbi. És azt fogjuk megpróbálni, hogy mi az, ami neki tetszik. A budeme chodiť s ním. És vele fogunk járni. Tak príde čas. Akkor eljön az az idő. Keď si nás on vezme. Amikor ő elvisz bennünket magával. A toto je vrchol obete. És ez az áldozatnak toto a csúcsa. Toto je vrchol csúcsa. Toho nášho chodenia s Bohom. Az Istennel való járásunknak ez lesz a csúcspontja. Ľudia a dodnes nepochopili proste zmysel tej obete, ktorú prinášajú Pánu Bohu. És az emberek a mai napig nem értették meg, hogy mi az értelme annak az áldozatnak, amelyet hoznak az Úrnak. Robia veľké obete, finančné obete. Nagy áldozatokat hoznak, nagy anyagi áldozatokat. Majú sociálne cítenie, sociálne myslenie v tomto svete. Sociális érzékenységük van, sociális gondolkodásuk ebben. Nič proti tomu. Semmi kifogásolni való mellett. Písmo hovorí, že kto môže robiť dobre a nerobí, má hriech. Az ige is azt mondja, hogy akinek van hatalma jót tenni, vagy lehetőség, és nem teszi, az bűnt követel. Ale obeť má iný zmysel. De az áldozatnak teljesen más értelme van. Tá obeť nás musí prinášať bližšie k Pánovi. En az áldozatnak az a célja, hogy közelebb vigyen bennünket az Úrhoz. A keď nás už donesie tak blízko, že chodíme s Bohom. És hogyha már annyira közel visz bennünket, hogy együtt járunk Istennel. Tak príde Pán Ježiš a zobere si nás k sebe. Akkor eljön az Úr Jézus és elvisz bennünket magához. A nebude nás. És nem leszünk. Nebude brata Mariana. Nem lesz Marian testvér. Nebude tu brata alebo sestry. Nem lesznek itt a testvérek, vagy a nőtestvéreink. A nebudeme tu. És nem leszünk itt. Lebo Boh si nás vezme. Mert Isten elvisz bennünket. Máte z toho radosť? Van ebben örömötök? Porozumeli ste? Megértettétek? Nie len, aby sme sa blížili k Bohu. Nem csak az a lényeg, hogy közeledjünk Istenhez. A tomu bodu, aby sme s ním chodili. Hanem ahhoz a ponthoz kell eljutni, hogy vele együtt járjunk, és olyan közel. Že Boh s nikým nebude jednať. Ani s tvojou ženou, ani s tvojim mužom, ani s tvojim dieťaťom, ani tvojim núčatom s nikým nebude jednať. Môžem si ho vziať, alebo nemôžem. Ty budeš chodiť s Bohom a Boh si ťa zobere. És Isten senkivel nem fog egyezkedni. Senki, aki a te közeledben él, a férjeddel, feleségeddel, gyerekeddel, hogy elvihetem őt, ő nem egyezkedik. Ő, ha annyira közel vagy hozzá, akkor elvisz magának. Úgy, Pozsa. Legyetek áldottak. Ďakujem vám, že ste pochopili zvesť. Köszönöm, hogy megértettétek a bizonyságot. Ďakujem vám, brat Marian. Ďakujem, Valika. Köszönöm, testvérem. A Zuzka za tvoju otázku. Köszönöm Mariannak, Valikának és Zuzkának a kérdést. A takto položme ten svoj život na oltár, Pán. És helyezzük le az életünket az Úr oltárára. Köszönjük. Je mi s ťou. Ďakujem. Je mi s ťou. Je to chvála a sláva Pánovi Ježišovi. Milovaný Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slova a za všetko, čo si pre nás urobil. A Ty si povedal, že tam, kde sa stretnú dvaja alebo traja v Tvojom mene, Ty budeš medzi nimi. Tak ja ďakujem, že Ty si tu prítomný, si medzi nami, pretože ťa milujeme. Chceme ťa nasledovať a chceme chodiť s Tebou. Pane, prosím, pomôž nám zbaviť sa všetkého, čo nám prekáža na tejto ceste.
aby sme, tak ako hovorí prorok Jeremiáš, vedeli oddeliť vzácne od bezcenného. Lebo Ty si jediné, to jediné, čo má zmysel v našich životoch. Ty si náš Boh, Ty si náš Pán, Ty si náš Král, Ty si náš Spasiteľ, Ty si náš Vykupiteľ, Ty si náš Uzdraviteľ, Ty si náš Priateľ a v plnosti času náš ženich. Pane, ja Ti ďakujem za Tvoju lásku, za Tvoju obetu, za všetko, čo pre nás robíš. A prosím, pomôž nám ozaj všetkým, aby sme mohli chodiť s Tebou. Toto je túžba môjho srdca a verím, že túžba každého, kto Teba chce poznať a patriť Tebe. Tak, Pane, nech je v živote každého jedného z nás Tvoje meno oslávené, zvelebené, vyvýšené. Až na veky. Amen. Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében a mai estét. Köszönjük, hogy ilyen drága kincseket hoztál nekünk, hogy épülhetünk és közeledhetünk feléd. De Uram, mi arra vágyunk, hogy a mi szívünket, a mi életünket a Te oltárodra tudjuk tenni, hogy olyan közel kerüljünk hozzád, Úr Jézus, hogy naponta veled járjunk. Kérlek, Uram, hogy közelíts engem is magadhoz, hogy vele tudjak járni, hogy minden gondolatom megtisztuljon, és minden szívem, minden rezdülése. Hogy ne legyen semmi akadály ahhoz, hogy közvetlen közeledben lehessek, és együtt járjunk. És ezt kérem mindannyiunk nevében, és mindannyiunk életére. Kérlek, Uram, hogy a Te szereteted lángja, az égesse át a mi szívünket, hogy a szívünk táblájára legyen a Te igéd ráírva. És hogy semmi más ne számítson ebben az életben, csak a neked való engedelmesség, a Te közelséged, és a Te közösség Te veled. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt megadod nekünk, Te nem távolodsz el tőlünk, Te ennek a lehetőségét elénk tárod, és rajtunk áll, hogy az életet vagy a halált választjuk. De tudom, Uram, hogy a Te akaratod az, hogy válasszuk az életet. Mert benned van az élet, Úr Jézus. Tiéd a dicsőség, Tiéd a hála, Tiéd minden magasztalás mindörökké. Amen.